Na jó estét kívánok! Nézzük meg akkor, hogy bírja vagy nem bírja. Ha nem bírja, majd szóltok. Hogyha bármi nem akadás, vagy valami lenne, akkor mindenképp szóljatok, mert most futtatgattam a tesztet. Elég stabilnak tűnt a net kapcsolatom, talán ezt a 720p-t el fogja bírni. No, de nem is ez a lényeg. Nézzünk bele egy mentett állásba, ami ugyan most angol teszt, mert most angolul kellett futtatnom a játékot, hogy lássam, hogy mik az eredeti elnevezések a játékban. Mert vannak bizonyos tárgyak, amiket nagyon nehéz fordítani. Majd egyszer meg fogom mutatni, hogy miről beszélek. Közben, hogyha ilyen zörejeket hallatok, az nem véletlen. Még rendezkedek egy kicsit. Nem tudom, hogy a játék hangereje mennyire nyomja el a mikrofont, vagy nyilatkozzatok meg róla. Azt mondja, hogy hol tartottunk. Itt... Jó. Szerintem már most akad egyébként. Hát ez... Nálam nagyon röcög a kép. Nem tudom, nálatok hogy van. Egyszerűen nem, valami, nem tudom. Ezt a 720p-t, ezt nem bírja el, szerintem. Még az OBS zöldben van. De a kép az szét fog esni, de mint az állat. Jó, tehát akkor mégis értelmetlen. Értelmetlen streamelni, mert az egész kép szét fog esni. Szerintem. Vagy nem? Mindegy, tekintsük akkor egy ilyen... Ja, igen, mert valamikor beáll, de valamikor meg elmegy. Hát én most nézem vissza. De hiába nézem vissza, tehát látom, hogy röcög az egész. Hát már hogyha a kampány... Tehát hogyha már a kampány térkép akad, akkor az már régen rossz. De azt nem értem, hogy minden megfelelő beállításom van, akkor miért nem? Várjatok egy picit. Kicsit leállítom, majd megnézem még egyszer. Na most milyen? Most mintha jobb lenne, igaz? Hát azt figyeljétek, hogy a ló mozgása mikor röccem be. Nem, biztos, hogy nálam van ilyen OBS beállítási mizéria. Egyrészt nincs is optimalizálva, mert vannak furcsaságok. Most kicsit visszavettem. Ugye ez videókártyával futna, ez a stream.
Igen, most jobbnak tűnik. Szerintem. Tehát most fasza. Muszáj megtalálnom azt a stream beállítást, amit... Hogyha véletlenül elkapom ezt a... úgymond stabil netszolgáltatást, amit tudnak ezek nyújtani, hogy akkor is tudjak legalább egy... amit telefonon vagy tableten normálisan lehet nézni, vagy ezeken a kis kijelzőkön, bejátszókon, de... mindegy, próbáljuk meg. Aztán úgyis kásásítani fogja a YouTube. Vissza fogja venni. Én most úgy látom, hogy elég stabilan fut. Ahhoz képest. Mindjárt egy kicsit megmahináljuk. Na, ezt nézzük meg, hogy hogy állunk. Tehát vannak a küldetéseink. Most elküldtem az egyik emberemet elég sok emberrel. Egyébként az hülyeség, hogy nem ennyi emberrel küldtem el. Ezt hogy lehet megnézni? Hogy... tehát, amikor elküldesz egy emberedet... küldetésre... akkor ugye nem tudod megnézni, hogy hány emberedet vitt el. Tehát... ez mind szép és jó egyébként. Csak nem látom, hogy ez most tényleg öt emberemmel ment el, de én többre emlékszem. Igazából ennek a streamnek a lényege úgyis az lesz, hogy lássátok, hogy azért vannak már eléggé jól lefordított részei a játéknak. Ugye a szöveges a párbeszédek, illetve a hosszabb szövegek azok még nincsenek annyira lefordítva, de a tárgylista meg ezek azért már elég előre haladott állapotban vannak. Ugye én továbbra sem vagyok kibékülve a Bannerlord bizonyos részeivel. Már most kezdek berekedni, hát hihetetlen. Na, szóval mindegy, az a lényeg, hogy most vittem egy ilyen teszt játékot, most mindent kipróbálok a játékban. Ezt a kovácsolás, meg királyságba belépés, meg királyságból kilépés, meg minden szart. Most még egy hadurat kellene megtalálnom, de velük pont háborúban állunk, úgyhogy nem tudom, hogy miképp tudom ezt majd megoldani. Kicsit mozgok a térképen, megnézzük, hogy mennyire offos. Remélem, hogy ez minimális minőséget azért föl lehet mutatni. Jó, én úgy látom, hogy azért istenes. Vissza kellett vennem egyel a minőségcentrikusról a beállítást a maximális minőségre, meg a stream kódolást a láncosról kettős köbösre kellett visszavennem, hogy jó legyen, de ez már csak az én bajom. Na nézzük! Hogyha valamire kíváncsi vagytok, akkor megnézzük. Rohadt gyors a játék egyébként. Sokkal lassabbra számítottam én, amikor megjelent. Egész jó fut. Hát, ja. Én gyanítom egyébként, hogy ez a net kapcsolattal voltak ugye gondok korábban. Valamikor egy hónapig vagy két hónapig úgy elmegy, vagy valami. Aztán van egy hét, amikor így azt se tudom, hogy van-e net, vagy nincs. Na mindegy, lényegtelen. Folyamatosan megy az ötletelés egyébként a magyarításról, meg a magyarítás folyamatában, tehát hogy miért legyen, vagy hogyan legyen megoldva benne.
elnevezésekről, meg hasonlók. Most aztán megjegyeztem a nevedet, te vagy Szabó Dániel Sándor. Na, mondd már meg, hogy mennyire lehet hallani a játékzenéjét. Mert akkor állítok ám rajta. Most ez csak egy tesztjáték lesz, szerintem nem is fogok menteni. Szeretném már végre megoldani ezt a hosszút a húzódó stream beállítási szart, mert már 2 éve ezzel szenvedek. Ezt rühellem egyébként a legjobban, amikor a fosztogatókat kell üldözni. Úgyhogy tele vagyunk fogjuk. Basszus, és itt van a itt van a csávó, akivel beszélnem kell. Csávó, bocsánat, hadúr. Vagy úr, vagy vezér. Ővel kell beszélnem. Na nézzük meg, hogy mit produkál az OBS, meg a YouTube stream ezzel a gagyi nettel, ezzel a külvárosi nettel, meg ezzel a beállítással. Mit produkál egy 300 főnél nagyságrendileg? Szinte semmi. Hát miért nem szólsz? És majd most... Soldiers! Get moving! Úristen, mert ezek legyalulják őket. Szerencsétlen 21 fosztogatóra, hogy mennyire. Úristen. Elég jónak tűnik a kép. Ja, várjatok. Na, örülök neki. Szerintem a kép is viszonylag élvezhető kategóriába tartozik most, ahogy így elnézem. Úgy látszik, hogy csak megtalálom már végre ezt a rohadt beállítást. Amit el szeretnék mondani így erről a jelenlegi mentésemről, az az, hogy realisztikus nehézségem van a játék. Minden segítség ki van kapcsolva, tehát hogyha megnézitek, ez a grafikai beállítás, ami fut a játék, nem igazán, esetleg ezt felhúzom úgy 600-ra. Később majd, ha meg lesz az új videókártyám, akkor fel fogom húzni. Meg szerintem még év végéig, hát nem akarok hülyeséget mondani, de lehet év végéig meg lesz egy még egy új proci. Mert most eléggé szeretnék felfejlődni ebben az évben, hogy még erről az egy gépről is normálisan tudja streamálni. Na mindegy, ez csak kitekintés. Tehát tulajdonképpen nem tudom még, hogy lehetne nehezíteni. Még itt lehetne nehezíteni a játékon, de ugye a segítségeket én mindig kikapcsolom. Még ezt lehet, hogy ezt a damage taken, ez nincs lefordítva, ugye ez amikor, mit tudom én, eltalálsz valakit, ugye akkor felvillan az a kereszt. Jó van, köszönöm a visszajelzést. Na, szóval én általában mindent így kikapcsolok. Tehát én gyűlölöm azt, amikor így csatázol, az csak a multiban van értelme annak, de még ott se. Tehát én azt szeretem, amikor nincsen semmi a képernyőn, csak egy minimum hát. Úgyhogy én azért játszok így. A realisztikus nehézség meg azért kell, hogy nehogy a későbbiekben megtréfáljon a játék. De én általában az ilyen játékokat mindig valami minimum háddal, meg hát általában hardon játszom. De ezt most ugye a Mountain Blade-ben van a realisztikus, meg van a könnyített, meg a legkönnyebb. Ez valahogy így. Na és nekem, akkor velük mégsem állok háborúba ezzel a figurával, ami azt jelenti,
hogy kapásból meg lesz a főküldi. Nem veszünk magunkkal semmit, mert én úgy tudom, hogy vele kell beszélnem. Így van. Zseniális. Valami megváltozott a játékban, ugye azt jó, ha tudjátok. Azt szerintem azt tudod, amikor eltalálsz valakit és így bevillan pirosan. Ilyen piros, ilyen, nem ez a rendes kereszt, hanem ez az elfordított kereszt, tudod, így a keresztnek a, hát igazából így a ilyen 45 fokokba, tudod, az a piros állapotjelzői, sebzés indikátor, vagy nem is tudom mi lehet. Na, szóval az a lényeg, hogy ez az 1.4.2 beta jelenleg. Jó, megvan a küldetés, nagyszerű. Egyébként nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy ezt a vonalat a... Hoppá, ezek mi? Mi ez az gond? Oda kell mennem? Várjatok, de hogyan van ez? Hát ezt a... Ezt a vizsgált ki Nereces ostobaságát vonal, ez a Prophecy of Pandorból lett átemelve egy az egybe a játékba. Na szóval, ugye birodalmi háború zajlik, igazából három birodalmi frakció van, ha jól vettem észre, és ugye vannak a külső királyságok, vagy uradalmak, de ez egy elég összetett játék lett abból a tekintetben, hogy ugye hogy egy bizonyos frakció több klánra, meg több család, és a klánok ugye több karakterre épülnek. Hát nincs is értelme a moddolásnak, mert olyan komolytalan modok vannak még, hát nézegettem egyébként. Meg ugye Nexuson, tehát én nem értem, tehát most egy Steam-es játék majd a Nexusról fogja beúzni a modokat. De miért? Tehát ezt el kell foglalni. Megpróbáljuk, megnézzük milyen. Egy Steam műhely szerintem a későbbiekben el fog férni a játékhoz. Még nem sikerült egyébként teljesen átvennem a... így a játéknak a mechanikáját, tehát... még elég gyakran meghalok, meg... a csapatok irányítása szerintem eléggé... körülményes tud lenni bizonyos helyzetekben, ez főleg olyan ez a helyzet. De azért meglessük. Hát nem tudom miért engedik a moddolást, gondolom azért engedik, mert mert nyílt forráskódú játék volt mindig is a Mountain Blade. Bocsánat, hogyha az egér hangok behallatszanak, meg a billentyűzet, de muszáj volt ezt a dinamikus mikrofont használnom, és egy kicsit hátrébb tolom, úgyhogy elnézést a zörgésért. Meguntam azt, hogy a pofám előtt kell tartanom egy elég jó minőségű mikrofont, hiába a kristály tiszta hangot. Én gyűlölöm, ez ugyanolyan, mint most ez a covidos maszk, hogy egyszerűen így szakállal, meg baj, tehát hú, undorító. Tehát egyszerűen nem bírom, hogyha valami közel van a pofámhoz. Nem csak azt nem bírom, hogyha hozzáér, hanem egyáltalán, hogy közel van hozzá. Vagy a cséphadarás rendesen. Ezt a pilumot, ezt érdemes egyébként kipróbálni. Közvetlen közelről lenyomsz vele valakit, abban a pillanatban instant halál. Tehát azonnali halál, és ezért utálom az ilyen karaktereket, akik dobálják a gerejt. De nézzétek meg, egyetlen dobással majdnem két harcostársamat lenyom. Vagyis, na, hát dobásonként egy harcostársamat. Vagy katonámat pontosabban. Azt egyébként érzékelem, hogy a videókártya
fordulás miatt nálatok sokkal sötétebb a kép nálam, de remélem azért láttok valamit. Ugye ez a videókártya dekódolás, ez az NVENC technológia egyik legnagyobb hátránya. Ezt már nagyon gyakran megfigyeltem, meg van egy YouTube-os egy ilyen srác, az RP talán, vagy nem is tudom, hogy RP, nem tudom, valami hülye neve van. Ő is mondta, hogy ne ijedjek meg, hogyha besötétedik a dekódolásnál a kép, mert ez ilyen sajnos. Aztán akkorát kapcsolatban. Szerencsére a katonáim megoldják. Csak hát ugye ahhoz, hogy tudjak procival dekódolni, ahhoz kellene egy D7-es. De ameddig nincsen, addig maradok ennél. Hogy várjatok, lehetne azt tudnám csinálni, hogy esetleg a fényerőt felhozom. Nem tudom, az mennyire fog segíteni. Hát szerintem más nem is nagyon tudok tenni az ügy érdekében. Látható, akkor jó. Csak mondom, hát ha túl sötét. Mert nézem ugye a képet, elég sötétnek tűnik. Kijelző kalibrálás az úgyse és semmi. Ja, ez... Ez nem tudom, ez a beállítás, ez mit akar lenni, na majd visszatérünk rá. Azt akarom nektek megmutatni, hogy... Hogy amikor a vezér jön, akkor az hogy lehet ledobni egyszerre. Elpróbálom ledobni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. De ugye itt azt szoktam csinálni, hogy ha többen vagyunk, mint ők, akkor nem szoktam párbajozni. Á, mellé dobtam, bassza. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy minél gyorsabban közel menni a gerelyesekhez, hogy az embereinket ne tudják ledobni. Hál' Isten sikerült. Ugye, elég jó embereim voltak, így is vesztettem egy legionárius, meg a cárszeriázt. Viszont... Ja, hát igen. Ja, hát birodalmi parasztok voltak a foglyok, és nem jött be a tervem, de hát... Üssek ő. Majd elengedjük őket. Na, két birodalmi csatamén, az jó. Rozsdásunk a gyalogság, persze. Valami jó vért kellene nekem, de az a baj, hogy jelenleg úgy van megcsinálva a játék, ugye, hogy nem igazán tudsz olyan dolgokat zsákmányolni, amik nagyon megérnék, tehát hát én is, de valamikor nem, főleg amikor mit tudom én, ilyen közepes, nem újoncaid vannak, hanem mondjuk egyen jobbak, vagy kettővel. Meg amikor bedob íjászokkal, és nincs rajtuk vért, komoly vért, és ilyen gerelyesek ellen dob be, akkor nagyon könnyen lehajgálják őket. Tehát valamikor, majd hidd el, lesz olyan, hogy nem fogsz eljutni. Mit tudom, két-három ember. Én volt olyan, hogy egyedül jutottam el a vezérig. Ott muszáj párbajoznod, mert öten meg lenyomnak. De volt olyan is, hogy majdnem az összes emberemmel jutottam el, és a vezér csak egyedül volt az ellenfél, vagy az ellenség. Úgyhogy ezért furcsa néha. Na. Most nem fogok nekiállni kovácsolni, ez egy nagyon jó kard egyébként. Vagy várjatok, lehet, hogy mégis kovácsolunk inkább egyet. Próbáltam ezt a kovácsolást is húzni, már a karakteralkotásnál is próbáltam rá pontokat rakni. Rohadt érdekes egyébként ez is. Olyat kéne, ami ad fát. Ezt. Ugye van egy olyan perk, ami ugye két fával már három faszanet ad. Ami rohadt jó, mert akkor így egy ilyen öngerjesztő, most hülyén hívom, de
ilyen öngerjesztő folyamatot lehet létrehozni. Tehát ugye ez a perk ez arra jó, hogy és mindig tudsz, ameddig el nem fáradsz, addig tudsz bontani, és addig tudsz faszenet kinyerni. Viszont a legnagyobb hülyeségnek tartom a játékban, hogy faszenet nem lehet venni sehol, illetve nincs olyan település, ami a faszén égetésre lenne ráva. Szerintem ez elég nagy hiba már így a készítők részéről. Jó, tudom, hogy nem a legegetrengetőbb meg életbe vágó kérdés, de elvártam volna, hogy benne legyen. Jó, egyszer menjünk a fogadóba. Vannak már birodalmi lovagjaim, sajnos a lovasság is gyorsan hal. Ugye mondjuk mihez képest. A birodalmi parasztokat majd el fogom engedni, mert sajnos rengeteg ételt fognak így fogyasztani. És nincs rájuk igazából szükségem. Nem éri meg velük foglalkozni, szerintem. Egyébként a klasszikus Mountain Blade-re épül az egész, tehát mindent be kell húzni, mindent, amit csak tudsz, el kell adni. Mert ha csak a küldetésekre akarsz ráállni, akkor egyszerűen nem fogod utolérni magadat. Én ezt tapasztalatban mondom, lehet, hogy valaki meg tudja oldani, de hogyha folyamatosan több emberrel akarsz harcolni, tehát azt akarod, hogy több embered legyen a térképen, akkor az jó. Az jó, hogyha a byte kifejlesztetted, az kell. Nem is tudom, igen. Mi a, ugye itt a fordítók byte-nak fordították. Biztos, hogy nincs minden része lefordítva, így van. De ez egy nagyon jó képesség, erre ma nyomnom kell pontot is, fókuszpontot. Jó, hogy mondtad. Én úgy szoktam általában, amit így... Én úgy szoktam, hogy két harci képességet, vagy a dobást. Itt mondjuk most pont úgy csináltam, hogy az egykezest és a szálfegyvert húztam fel. De általában úgy szoktam, hogy vagy az így, vagy a dobás, vagy az egykezes, vagy a szálfegyver legyen alapképesség, a lovaglás nálam mindenképp játszik. Az udvarmester az olyan szinten nő magától a játékban, ami szerintem indokolatlan. Tehát nincs értelme vele foglalkozni, szerintem ez kiegyensúlyozatlan része jelenleg a játéknak. Ugye ez most egy magyarítás teszt, illetve egy játékmenet vagy mechanika teszt. Ezért a kovácsolást és az atletik, tehát ezt a kitartás képzettséget, vagy képességet, vagy fő tulajdonságot próbálom most nagyon húzni. Hát már amennyire lehet ugye a lovaglást az atletikussággal együtt húzni, mert ugye a kettő kizárja egymást. Általában azt szoktam csinálni, hogy a csatákba leszállok. Na mindegy, szóval... Igen, vannak még... Úgy értsem, hogy ez arra jó, hogy kiütöm a nyerekből az ellenséget. Nagyobb az esélyem egy tökéletes ütéssel. Jól értelmezem én ezt? Megnöveli az esélyét az ellenség, hogy az ellenfelet ledob, vagy leüsd a lóról egy tökéletes ütéssel. Akkor nyomjuk erre. Szerintem jól fordítottam ezt most. Szia Bence! Na. Hol tartottam? Kereskedelem. Eladtam szerintem mindent, ami nem kell, ezeket majd még beolvasztjuk. Vehetnék kemény fát is, egyébként akartam venni még halat, mert elég olcsó. Nagyon fontos ugye, hogy kereskedjünk, mindig legyen étel. Az étel a legnehezebb feladatok elé tudja állítani az embert már ilyen 40-50 fő környékén is. Tehát az, hogy
tényleg igazi Mountain Blade hangulata van a Bannerlordnak, mert folyamatosan rá vagyunk kényszerítve, hogy az embereinknek legyen élelme. És nem sok élelem típus van, meg mindig vételezni, mindenhonnan felvásárolni, mert zsákmányolásból csak akkor tudjuk fenntartani, hogyha banditák leszünk és fosztogatjuk a falvakat. Csak akkor lehet ezt meg, akkor tudjuk folyamatosan ellátni a csapatokat, egyébként mindig vásárolnunk kell, mert soha nem fogunk annyit zsákmányolni. Ilyen búva helyekről rengeteg élelmet lehet. Ja, hát én ilyen küldetéseket nem is fogok megcsinálni. Én nem szeretem azt, amikor egy játék küldetéseket ad. Nekem a Total War-okban is a küldetések voltak a halálom. Tehát jó, adjon, mert igazából az csak egy indokolatlan segítség a játékosoknak. Tehát én nem szeretem azt, amikor egy játék rám kényszeríti az akaratát. Én ezt utáltam a Tarkovba is. Hogy küldetés hátán. Jó, legyenek küldetések, csak ne kelljen megcsinálni ahhoz, hogy fejlődhess. Tehát lehessen szintisztán tapasztalati szinttel fejlődni, vagy szintisztán pénzzel fejlődni. Mert vannak olyan játékosok, akik nem akarnak küldetéseket csinálni. Én nem akarok, most bocsánat a kitekintésért, de én nem akarok például a Tarkovban 60 skevet azért lelőni, hogy egy kereskedőnél a szinten növekedjen. Mert milyen hülyeség. Hát akkor csinálja azt, hogy adjon meg mit tudom én, plusz 15 szintet, hogy akkor megnyílik ez a kereskedő. Mert aki megcsinálja a küldetést, az meg 15 szinttel előbb elérheti azt a kereskedőt, de akkor én nem megyek rá az ilyen fasságokra, hanem akkor szintezem magamat. És úgyis úgy fogom szintezni magamat, hogy be fogok járkálni a pályákra, csak nem biztos, hogy adott pályán mondjuk 150 méterről 3 skevet le akarok lőni. Mert lehet, hogy nem is az a játék stílusom. Tehát miért erőltet rám minden játék, mindenféle fasságot. Jó, tudom, ez egy kalandjáték, tehát kellenek a küldetések, csak ez a királyságban is már, amikor egy királyságot irányítasz, akkor már nem mondja meg a játék, hogy mit csinálj, szerintem. Tehát ott, jó, minden, az a baj, már ez minden játékban benne van, hogy feltételekhez kötnek, leszkriptelnek mindent. Vannak jó skriptek, egy történetvezérelt játékban. De azért ez a Mountain Blade nem a, ez egy full random generátor igazából. Na mindegy, majd finomodik ez még. Na, lényegtelen. Menjünk tovább. Menjünk vissza a Kovács műhelybe. Nézzük meg, hogy mit tudok még tenni. Beolvasztottam mindent, most pihenünk egy kicsit. Nehogy rájöjjön valami ellenség. Hogyha hibákat láttok a magyarításban, ilyen... Persze, a Coop kampány az legjobb. Én, nekem a legutolsó multi élményem a Total War-ban az is Coop kampányok voltak. Egy régi cimborámmal. Shogun 2 Fall of the Samurai-ban. Például a Shogun 2 Fall of the Samurai-ban a hajócsatákat Coop kampányba lejátszani, az valami eszeveszettül hangulatos. Na, tehát kovácsolás, de nem is tudok kovácsolni. Ja, nincs. Ja, hogy, ja persze, mert ez ilyen... Na, tehát mit kovácsoljunk? Most én nagyon rámennék a szálfegyverekre, de egyszerűen ezt is fasságnak tartom egyébként. Most gondoljatok bele, hogy te gyerekkorodban kovácsnak tanultál, figyeljetek, be van állítva, hogy te a kovács műhelybe dolgoztál. A kovács műhelybe dolgoztál, sőt, még azt is állítottam be, hogy üzletekbe fektettem be. Az előtörténetnél be van állítva. És nézzétek meg, hogy egy kovács inas, az csak egy kaszát, egy vasvillát, meg egy ilyen szar lándzsa egyet tud. A X 30 éves korára mondjuk. 25, ezt nekem nem mondja senki. Hát ennél nagyobb fasság nincs. Meg... hogyan? A fejszínét. Nézzétek meg. Egykezes fejszínét úgy kezdett, hogy csak ezt tudod. Ezt az egyet.
Hát na mondja már nekem, hogy nem tud egy ilyet megcsinálni egy kovács. Hogy egy ilyet, ha már ezt meg tudja. És meddig, miket kell csinálnom, hogy ez feloldódjon? Mennyit kell kovácsolnom ezekből? Hát ezek... Ez... Jó, én értem, hogy miért rakták bele ezt a kovácsolást, mert rengeteg pénzt lehet belőle szerezni. Ha okosan kovácsolsz. De amúgy... És nézzetek meg, egy ilyen buzogány fejet már tud kovácsolni. De egy ilyet nem. Hát most melyik a nehezebb? Ezt létrehozni kovácsmesternek? Vagy ezt? Ahol csak... Na jó, mindegy, hagyjuk. Tehát ez a része is szerintem kidolgozatlan. Rom 2-ben nagyon szar a kampány. Még a kóp is. Én nem ajánlom senkinek. Lehet, hogy valaki élvezi, engem is hívtak régebben, de nem, egyszerűen nem visz rá a lélek. Hát akkor inkább már menjetek vissza Shogun 2 avatarozni. Ha még vannak fenn, szerintem még vannak fenn páran, akik nyomják a Shogun 2 avatárt. Bár nem hiszem, hogy sokan vannak, de vannak. Na, szóval. Kétkezes buzogány, ezt nem is tudok. Ja, és nincs is több. Tehát a kétkezes buzogány az egy harci kalapács. Fából. Két acélabroncsal. Tehát ennyi. Ráadásul kiváló acél kell hozzá. Úgyhogy rengeteg tartalom még nincs is benne a játékban. Jó, ne beszéljünk a ROM 2-ről, csináljunk valami fegyvert, amit meg is tudok csinálni. Ja, be kell olvasztani, olvasztani is, olvasztásnál azt hiszem nem ad be, hanem kovácsolásnál oldja fel, ahogy nő a szintet. És ilyen random dobálja, tehát nem mint, hogyha te kikovácsolsz valamit, akkor megadhat mást is. Még nem jöttem rá teljesen, hogy ez hogy működik. Majd még ezt még tovább kell vinni. Ezt tovább kell vinni majd még ezt a szállat, mert egyszerűen nem látom át teljesen. Például ez a része, hogy... Például ez... Hol van? Tehát ezt se tudom, hogy ez hogy van meg nekem ez a 5-ös szintű markolat. Mert ilyen kardot szerintem én nem olvasztottam be. Aztán lehet, nem tudom. És ugye már ennek a kovácsolása az már 100-as nehézség. Viszont 2-es, 3-as szinten meg nincs semmi. Tehát, na mindegy. Érdekes. És ugye minden alkatrésznek külön lehet növelni a méretét. Ez mondjuk nem hülyeség, csak nekem állandóan emlékeztetnem kell magam arra, hogy baszki, figyelj oda, hogy minek a méretét növel. Ó, van egy új markolatom, ezt nem is vettem észre. Ez már bőrrel borított egykezes markolat, akkor ezt egy kicsit... Minél nagyobb a markolat, annál nehezebb. Ugye van egy alap. Ugye mindig középre áll be, mondjuk 76. Ha csökkented, akkor nem lesz könnyebb se a kovácsolás. De ugye... Tehát nincs értelme nagyon lecsökkenteni, ha csak nem direkt olyat akarsz. Mondjuk egy női kardot, vagy ilyesmi. De hogyha felhúzod a méretét, akkor nő a szint. Jó. De ugye látjátok, hogy még itt lehet növelni, és akkor se a nehézség nem változik, csak itt lépett egyet. Jó. Ez egy jó markolat, ezt jó tudni. Ja, és ugye van ez a markolatgomb, ez a csónak formájú markolatgomb. Lehet, hogy most nem ezt kéne használni, mert eléggé megnöveli a nehézséget. Viszont 2-es szinten ugye nincsen. Ja, és meg tudjátok nézni akkor is, hogyha nincs feloldva, hogy néz neki. Úgy. Színét nem lehet változtatni semminek jelenleg. Mondjuk kovácsolásnál nem is nagyon van értelme. Ez így már jó néz neki. De akkor rakjunk rá egy ilyet. Csökkentjük le így. Ugye befolyásol mindent a nagyság, a súly. Ugye oda-vissza működik, tehát van egy balansz. Tehát hogyha nagyon lecsökkentitek, ugye akkor ott növeli a sebzést, itt csökkenti, itt megint növeli. Tehát itt van egy ilyen egyensúly beépítve. Na, és ezt létre tudjuk hozni.
76-os szintű kard, várjátok a penge. Lehet, hogy egy kettes penge kéne inkább. De ez kettes penge volt, nem? Hát, így, ez már egy elég jó kard. Hát jó, de még minek moddolni, tudod? Még én amondó vagyok, hogy meg kell várni a 2.0-át. Ez, én annak idején, emlékeztetek vissza, amikor megjelent a Bannerlord, megmondtam, hogy ez a Rome 2 stílusát fogja követni. Ez a játék a 2.0-ra lesz kész. Addig nincs értelme se moddolni, se nagyon beleásni magunkat. Én is csak azért ásom bele magamat, mert a magyar ittáshoz át kell látnom a játéknak a működési logikáját, mert mondom, vannak olyan tárgyleírások, hogy beszarnátok a röhögéstől rajta, tehát hogy azt hogy lehet magyarítani, azt még most se tudjuk, még megy az ötletelés. A Troy totálról? Hát nem mese. Ez már nem felnőtt embereknek készülő totálórok, tehát én még azt tudom mondani, hogy ott az Empire, a Shogun 2, az Attila környéke volt az, ami a jó totálból irány volt, aztán most már csak mese habbat. Még a saga, mi volt a saga? Egy Last Kingdom, vagy... Esküszöm, nem emlékszem, mi volt az első saga totálból. Hát a... Ugye Britannia. Na mindegy, kovácsoljuk meg ezt a kardot. Nézzük meg, hogy mi legyen a neve. Legyen... Acélfolyó lesz a neve. Mert acél... Bár ez nem acélkard. Ja, várjátok. Mindegy, az lesz a neve, hogy... Ez miből van? Ez egy sima vaskard. Hát akkor legyen a neve, mondjuk... Mágusban imádtam elnevezni a fegyvereket, de itt most mi legyen a neve? Mondjuk teljesen mindegy, mert eladom. Tehát legyen... Legyen próbadarab. Egy. Minden, bármire kell elnevezheted. Na, és most nem oldottam fel semmit, majd a következőnél. Ja, szaga, Britannia szaga, igen. Igen, a Troll is szaga, csak az a baj, hogy nem jó irányba megy, szerintem, ez az egész. Most sokkal jobb kardom van. Meg lehet nézni. De és így... Ez a kard nézet is, ez olyan ocsmány. De ez ugye egy elég jó spata. Egy egyenes kard, ugye lovasság egyenes kard, a hunok is állítólag ilyet használtak. Simán előfordulhat egyébként. Ezt a kardot meg nem adjuk el, hanem megnézzük, hogy lehet visszakovácsolni. Meg beolvasszuk. Igen, és ja. Kovácsolt vas és egy nyers vas lesz belőle. De ugye nincs faszenünk, úgyhogy most egyelőre ezt hanyagoljuk. Jó, szerintem megcsináltunk mindent, amit akartam. Ja, sehogyan, mese az. Nem, értelmetlen, ezek mind ilyen piaci rész betömködések, csak senki nem akarja észrevenni, vagy meglátni. Tehát én már nem... Megtámadjam ezt a karavánt. 12 lovasuk van, basszus. Nekem mennyi lovasom van? Nem sok, mi? Van egy lovagom, egy 3 nehéz lovasom. Aztán annyi. Akkor nem támadjuk meg. Elvileg karavánt is tudnék már csinálni. Várjatok, mentek egy másként. Egy Hun YouTube tesztet. Mese habbal a, hogy hívják, ez a trója is, mondom, ez a saga, ez még istenes volt.
Ó, basszus, elnyomtam a küldetést. Hol van már runát? Oda rakj egy nyomot, úgy. Nem rossz az a Banner Lord, amúgy meg lehet szokni a dolgait. Csak full, csak megmondom őszintén, hogy magamtól nem vinne rá a lélek, hogy játszak napi szinten, mint régebben, ilyen 2-3 órát. Most ugye a magyarítást ezt miatt azért nyomom, meg az átláthatóság miatt, de amúgy tényleg nem vinne rá a lélek. Na de, nyomuljunk. Semmi küldetésünk már nincsen, tehát most már tényleg rá kell menni arra, hogy ellenséges falvakat muszáj volt. Most az első játékomban ott azt csináltam, hogy összeraktam ennek az ászlónak a darabjait, amit kér a játék ugye a küldetésbe. És az ászlót leadtam egy birodalmi frakciónak, hogy a birodalmat épp akarom újjáépíteni. Na most ebben a játékomban nem fogom ezt a küldetést megcsinálni, nem tudom, hogy így mit lehet elérni, mert így is beléptem egy birodalmi frakcióba, de nem csinálom meg a birodalom egyesítő küldi. Ezres seregek, ezek óriásiak. Ez egyik legjobb része. Amit nagyon sajnálok a magában a játékban, hogy nincsen csatarend panel, csatarend beállítási lehetőség, hogy jobban értsétek. Tehát egyszerűen még egy csomó dolog, aminek alapnak kéne lenni egy ilyen játékban, az hiányzik, szerintem. És lehet, hogy nem is fog soha bekerülni, ha csak nem mód formájában. Mit hozott létre egy hadsereg? Azok ott ostromolják a várat. Menjünk oda. Távozzunk innen. Vajám, még van. Osztogatókat elkapjuk. Ha utolérjük őket, persze. Jaj, nem fog... Ne. Jó. Ez a legidegesítőbb Mountain Blade feature-ök egyike. Akkor lassú vagy. És végigkergeted az egész térképen a sereget. Semmi küldetés nincs. Nem tudom, miért van belőve. Itt anyázik valaki. De ő nem is itt van. Tehát ő ezen a településen van. Ő meg ezen a Marunát nevű városba. Szia Milán! Le van írva valahol a YouTube leírásba, valahol. YouTube csatorna leírásba. Talán. Nem egy csúcs kategóriás gép, ilyen közép kategória nagyjából. Idén fejlesztettem pont évelején. Ja, 4-4-en, rohadjon meg az összes. Ezt nem tudom, ezt a falut én miért mentettem el magamnak? Aha. Na, akkor tudunk egyet csatázni, megnézzük milyen. Majd idején akarok venni egy 20-70-et. Még pont le lesz árazva, vannak olyan ismerettségeim, ahol elég olcsón meg tudom majd szerezni. Remélhetőleg új, még azokat, amik új kártya, csak ugye nagy kell áron jönnek. Remélhetőleg, hogy be is tudom szerezni nyáron a 20-70-et. Akkor azzal, hogy szerintem egy kicsit majd megnő a videóim minősége. Aztán év végén meg amikor már lecsökken a régi, a hányadik generációs, 9. generációs Intelek ára, akkor majd behúzok egy erősebb focit még. Most egy i5-ösön van, egy 9600K. Videókártyát azt meg elhamarkodtam ugye, mert nem GDDR5-ös RAM van benne, és 6-osat kellett volna venni, de most már mindegy igazából. Szerintem nyár végére meg lesz a 20-70. Na, nézzük. Téli csata. Rohadt sötét a játék, remélem azért látjátok. Bármint, hogyha már azt mondtátok volna, hogy látjátok.
Na, 24-en jönnek ellenem. Kapok 12 erősítést, az kétszeres túlerő bőven. Úgyis le fognak dobni, mert én mindig szeretek előre rohangálni. Úristen. Infantry! Forward! Atya vilány. Soldier! Arm shields! Bowman! Miért fut előre, boss? Stand apart! Hol vannak a lovasai? Jó. Azt figyelj. Á, nem sikerült. Az íjászok lövöldöznek. Pulsating! Pulse! De hova mész? Az ellenség. Na, azt már nyomtam. Na, akkor mégiscsak jó volt az a... Mégiscsak jó volt ez a skill, hogy tökéletes ütéssel le lehet nyomni a nyerekből az ellenséges harcosokat. Kapott egy kokit. Ja, azt nézem, hogy eléggé szétcsúszik a kép. Vagy nem? Jó, József. Nem is vesztettünk embert. Csak a falusiak. A két ember ez ki volt? Ja, Amikon miliciája. De ugye az összes, akinek van csapata a faluba, azok ugye ilyenkor jönnek segíteni. Irodalmi műnyöntöt kivesszük. Ezeket a csapatokat azért tartottam meg, hogy hát ha át tudom őket venni, de eddig még nem nagyon akartak bekerülni a seregembe. Ez miért volt elmentve nekem ez a falu? Nagyon jó kérdés. Pillanat és jövök.
Na kérem, itt is vagyok. Azt néztem meg, hogy mennyi volt az eldobott képkockák száma. Kíváncsi voltam valamire, de... Úgy látom, hogy csökken az eldobott képkockák száma. De... Nem annyira, amennyire szeretném. Minden esetre így legalább azért valamennyire... Már sejtem, hogy miért volt ez a falu elmentve, itt gyülekezett egy sereg korábban. Be is vették azt a várat, vagy hol volt itt az ostrom? Valahol itt. De innen indul. Ez is hülyeség, hogy amikor kiválasztod az előtörténetedet, jó, mondjuk ugye megvan az a történet, hogy menekültök a háború elől, vagy a családoddal, vagy mit tudom én, és akkor a fogadóba, vagy egy gyújtszéli fogadóba értiteket ugye a rablótámadás, de hát akkor is minden, tehát ez egy kiképzett terület van, és ott kezdődik minden játék. Ugye ez majd később remélhetőleg bővülni fog, de nem biztos. Na, még két nap, hogy visszatérjenek a az embereink, most már én már nagyon várom őket, mert... Ezen a búvó helyen van 4 bandita. Akkor ezt kifosztjuk. Nem érdekes. Hát laggolni is fog, de azzal nem tudok mit csinálni. Igazából a... Az a baj, hogy egyszerűen nem tudok. Egyszer laggol, egyszer nem. Hiába, most az a poén, hogy az OBS a zöldet mutat végig. A YouTube-nak az élő irányító pultja végig azt írja, hogy kiváló kapcsolat van. És folyamatosan, és elkezd, és akad. Hát így, hát soha nem értettem meg. Na, nézzük meg ezt a... Látjátok, ez az, amikor ezt mondtam, hogy csak 4 ember van a búvóhelyen, és kapásból ezzel kezdesz. Most megpróbálom ledobni. Á, polzsába már. Látjátok, egyet le is dobtak. Na, egy elég jó katonámat kapásból lenyíltak. És meg is halt, és egy elit manáblatos volt. Ugye ez a... Az angolban Menablion lenne. Nem tudtuk hogyan fordítani. Látom, hogy a streambe is akad. Nem tudok vele mit csinálni. Tehát. Azért próbálok kilépkedni, hogy mi a tököm van, ugye, hogy mitől. Hogy legalább valami visszajelzésszerűt kapnék a magától a YouTube-tól, hogy mi történik, de nem, tehát egyszerűen. Az OBS is zöld. Nem bírom feldolgozni ezt, amit a YouTube néha itt csinálni tud. Várjatok egy picit, újraindítom, hát ha megjavul. Nos, hát a, ugye az angol szöveg szerint van egy olyan egység a Bannerlordban, hogy Menavlion. Lionnak is lehetne mondani, de az hülye hangzik. Ez a Menavlion nevű egység egy fegyverről kapta a nevét, ami egy gerely típus, vagy lándzsa, majd most nem jut eszembe, azt hiszem lándzsa. Hát ez egy lándzsás alakulat, akik hajtó dárdákkal is fel vannak szerelve.
És ugye először arra jutottunk a magyarításban, hogy hagyjuk meg az eredeti angol formáját a szónak, hogy Man of Lion legyen. De találtam egy szakdolgozatot, amivel egy professzor úgy írta le ezeket a harcosokat, ezek Bizáncnak voltak a harcosai, ugye, hát nem hiába vannak itt a birodalmi frakciókban, hogy menavlatosok. Ez volt a többes szám, és ebből jutottunk arra következtetésre, hogy akkor a magyar hadtudományban ez az egység menavlatos néven szerepel. Na, szóval ennyi igazából. Most megnézem még egyszer, hogy a YouTube mi a tökömet csinál magának. És most visszaállt. Tehát igazából minden pufferelést, meg minden ilyesmit, ezt leginkább a YouTube-nak köszönhetitek, meg az elbaszott szervereinek, meg hát annak, hogy nem támogatja az ilyen streamereket, mint én. Azokat támogatja ugye, akiket sokan néznek, meg hasonlók. A Twitch-en is ugyanez volt. Próbáltam a Twitch-en ilyen test streameket, hát ne tudjátok meg, hogy milyen szerverekre kellett átváltanom, meg mit tudom én, hogy jó legyen. Meg, és ott is ugyanúgy szétesett. Tehát most is látom, hogy egyszer csak így fogja magát, és egyszer eldobja magától az összes frame-et. És hiába, akármit teszek. Megmaradunk ilyen beszélgetősnél, mert ennek meg nincs értelme, nincs képminőség igazából. Ugye itt most kapásból megint jön a párbaj. Na látom, hogy már pufferel, tehát vagy elment a net, meg erre tudok gondolni, de amikor én most néztem, akkor végig zöld volt. Saját egységeimtől nem tudom leütni az embereket. Érdekes, most meg visszaállt a kép, nem esik szél. Na most akkor erre valahogy a bombot. Csak a streameljél. Jó ilyen, de az a baj, hogy még a páncerkorpszot is szétoffolja. Köcsög YouTube. Az a baj, hogy a Twitch-emre meg... Itt több embert elérek, mint a Twitch-en, igazából. Ugye itt ez a dilemma az egészben. Remélem egyszer végre lesz már egy normális netem. Meg egy normális gépem. Na, de visszatérve... Ja, elég sok ilyen ötletelés megy, hogy például micsoda. A játékkészítői szerint. Itt láthattatok elmenni egy egységet. Mindjárt mondom. Nem egységet, sereget. Ez a farkasbőrűek nevű sereg. Vagy klán, vagy frakció. Inkább klán. Farkasbőrűek, ugye. Ezt elején, ugye ez úgy van benne a játékban, hogy... miről beszéltem, mert közben olvastam itt a kommenteret, tehát ezt elég szépen megfogalmaztad. tehát úgy van a klán, hogy Wolfskins. Ugye, nyers fordításban ez tényleg azt jelenti, hogy farkasbőrök. Na de, ugye én állandóan azt mondtam, hogy megpróbálok utána menni, hogy lássátok. Ott van. Hát Griff of the farkasbőrűek. Ugye itt még megy az angol verzió miatti ragozások, meg random generálások, meg mit tudom én ennyi nevekbe. Na szóval azt akartam az egészből kihozni, hogy
én mindig mindenképp mondtam, hogy azt szerintem farkas bőrökről ugye át kell állítani farkas bőrűekre, mert hogy át kell írni, mert akkor lenne jó a farkas bőrök kifejezés, hogyha nem tudnánk, hogy nem emberekről van szó. Tehát olyanok lennének, ugye, mint a 13. harcosban a vadak, ugye, az emberevő vadak, akikről a végén ugye persze kiderül, hogy emberek, és ugye akkor egészen megváltozik a hozzájuk való viszony. Na de itt már eleve tudjuk, hogy emberek, tehát már nem kell őket ilyen állati tulajdonságokkal felruházni azért, mert farkasbőrket hordanak, meg nyershúst esznek bizonyos klánok. De egyébként utálom az ilyen fiktív, párhuzamos valóság fantasy középkori fúziós játékokat, ahol gyártanak egy, vagy elképzelnek egy olyan klánt, mint a farkasbőrűek, és nem adnak arra, hogy tökéletesítsék ezt a frakciót, vagy ezt a klánt. Sokkal, sokkal hangulatosabb lehetne egy ilyen játék, de ugye eleve egy nyílt forráskódú játékoknál nem is ez volt a lényeg soha, hanem úgyis a modderek fogják befejezni, de a Mountain Blade legalább nem hazudja, nem hazudtolja meg magát. Tehát ők eleve nem is akarják kidolgozni, mert úgyis a modderek szarrá fogják kidolgozni mindent, amit csak el tudtok képzelni. Ja, úgyhogy nagyjából ennyi. Na, olvasgassunk. Ez mit ad? Vasat, meg kovácsot. Acél kéne. Ja, keskeny kard az acélt ad. Ja, csak nincsen faszén. Jó, akkor látjátok, ezt mondtam, hogy lehet egy ilyen végtelen kört felhúzni. Mindig lesz fánk, meg mindig lesz faszenünk, hogyha azt a perket kihúzzuk. Mert ugye folyamatosan lehet, hogy néha fát kell vennünk, de nem jellemző. Akkor két fából tudsz csinálni egy három faszenet, az már úgy elég jó. Ugye ilyenkor itt jön, most megmutatom nektek, melyik az a perk. Ez. Tehát ezt a perket, hogyha kovácsok akartak lenni, akkor ezt mindenképp húzzátok ki. Ez nagyon megéri, mert ugye a faszenet nem tudtok venni a játékból. Legalábbis én még nem találkoztam vele. Úgyhogy ennyi. De egyébként nem tudom, most ezt hogy értetted, hogy a bájt húztad ki? De az miért dobna kardot? Vagy hol dobna kardot? Az üvánságot kell kihúzni, nem? Az dobja a lootot. Nem? Vagy az dob valami jobb lootot, nem? Vagy a báj tényleg ez dobja a jobb lootot? Vagy hogy érted, hogy nem dobott kardot? Ezt kéne növelni. De ez meg alig nő. Vezzék, ez az udvarmester, ez meg magától nő, mint a dudba. Ezt nem értem amúgy. Na, menjünk ott, kovácsoljunk valami másik kardot. Kovácsoljunk ilyen három pengé, de ez már nagyon nehéz. Főleg ez miatt, a keresztos miatt, úgyhogy ezt le is veszik. Azt próbálom megmutatni, hogy itt is lehet feloldani kardot. Közben folyamatosan megnézem, hogy nem esik szét ez a fos. Na, ennyit a streamelésről. Tehát egyszer jó, egyszer nem jó. És akkor döntsd el, hogy mikor jó, mert mindig nem nézheted a referenciát, ugye, hogy meg közben a játékkal is foglalkozni kell. És te nyugodtan játszol közben a streamet képen, meg szét van esve. És amikor kilépsz, azt látod, hogy minden jó. De közben meg nem. Tehát ennyi. Ugye jó lenne még egy monitorom. Na mindegy. Kovácsoljunk valamit. Jó fejszét se tudok. Kétkeles kard. Nincs értelme. Hát itt már tudnék egy ilyet. Azt hiszem most már...
itt se tudok egy jobb markolatot. Nonsense, basszus. Ezeket a... Ugye mindent meg lehet nézni. Milyen lesz, ha egyszer eléred azt a szintet. De... Ennek a bambusz... Meg hát ugye kiforratlan még az egész, tehát... Hát... Kovácsoljunk kardot, én azt mondom. Jó, ez már van egy ilyen markolat. Ez a kard már elég jól néz ki. Főleg, hogyha rárakod ezt a pengét. Megnöveled. Ezt ugye lecsökkented. Ezt is lecsökkented. És raksz rá egy ilyen. Na, ez már egy elég jó kard. De hát nézzétek meg, hogy milyen a nehézségi szintje. Ez a 169-es kovácsolás kell. Se ütni nem lehet, se szúrni. Olyan nincs. Hát akkor te melyik verzióval játszol? Vagy mi? Neked mi? Hogyan van meg a játék? Az nem ilyen lovassági láncsa, hogy amikor vágtázol a lóval, és akkor megnyomod az X-et, vagy nem is tudom mit kell megnyomni. Nem olyat kaptál te? De lehet, hogy nincs igazam. Azt nem tudom, hogy mivel tudok. Valahol be lehet állítani, hogy mivel lehet ugye... A franc se tudja már. A játékban valamivel lehet. Hát akkor nem is a bétával játszó, gondolom. Hanem a... Mindig csak a legfrissebb verzióval, nem? Hát végül is lehet, hogy van olyan benne, de nem tudom, mert mindent én sem láttam még a játékban, nem tudom. Na nézzük meg, hogy milyen a kép. Majd utána kovácsolgatunk. Az a baj, hogy ugye minél több minden van a raktáradban, annál lassabb vagy. Tele van vassal a raktárom. Olajsajtoló. Hát, minél hosszabb egy láncsa ugyan, annál esélytelenebb gyalog bele bármit is csinálni, hát csak hogyha nem falangszot akarsz létrehozni, ugye. Most értem el egyébként arra a pontra a játékban, hogy ugye már nem adnak küldetést, így a Warbandben is volt egy ilyen időszak, hogy már nem ad küldetést a játék, szinte sehol, hanem szinte arra kényszerít, hogy tényleg menjél neki a nagy frakcióknak, mert már ugye nem vagy azon a szinten, hogy utonállókra, meg ilyen szarokra vadászgass, meg a dezertőrök támadásait hárítsd el, és menjek neki annak a jeremosnak. Az a nagy érvágás lenne egy 55-ös sereggel. Bár... Az igazság, hogy nem túl nehéz a játék, azt kell, hogy mondjam. Tehát ahhoz képest, hogy elég sokszor meg lehet halni, tényleg nem nehéz. Eladtam én a cuccokat. Tehát mondom, most vagyunk azon a ponton, hogy tényleg el kell kezdeni. Eladok egy kis vasat. És miért léptem ki? El kell kezdeni komolyan rámenni erre a... Ja, de előbb-utóbb ugye... Előbb-utóbb nem tudsz mit csinálni, mert 55-ös sereget fenntartani azzal, hogy itt fosztogatókat üldözői végig a térképen, meg bandita búvóhelyeket fosztatsz ki, vagy ütsz rajta, meg próbálod ugye a lepattanókat leszedni, abból nem fogsz tudni nagy seregeket fenntartani. Tehát mindenképpen
Vagy magadtól megtámadsz királyságokat. Egyedül. De hát annak meg semmi értelme, mert bedarálnak. És nem kicsit darálnak be, hanem kurvára. Tehát... És meg... Jó lenne azért... Még egy hegyi bandit a sereget elkapni. Jó, meg... Na nézzük. Nézzük, mennyire esik szét a kép megint. Én a Warbandban mindig csak a Prophecy of Pandor móddal játszottam. Nagyon ritkán esetleg ilyen európás modokkal, ugye, meg hasonlók, úgyhogy igazából nekem soha nem volt problémám ilyenekkel. Azt ledobtam elég rendesen. A lovat. Na sajnos csak a lovat. Legény ló. Érdekes, most azért nem esik annyira szét a kép, de először. Kellett ez neked? Az igazság, hogy ja, túl gyors és maga a játék. És ez a, ja, bármit mondanak, hogy ezek jók, ezek az új videókárták rögzítésre, de igazából nem. Tehát ha jó streamet akarsz, akkor procival kell megoldanod. Aztán próbálkozhatsz. Azért inkább mostanában megmaradtam a videóknál. Ezt a streamet csak azért indítottam, hogy hát. Lekúrta róla, jó. Lovat miért ölted meg, baszok? Ugye a lovat ölték? Rohadt nevetséges, hogy meddig él egy ember egyébként a csatában. Már nem úgy rohadt, de vannak tényleg olyan szituációk, hogy nem tud megütni a saját embereit. Nem kellenek már foglyok, már tökön tele van a foglyokkal. Ezeket még fölveszem, ezt a 15 foglyot, aztán megvan a seregem. Ó, birodalmi csata még. Igen, csak egy lovat én saját magam dobtam le pilummal. Azon gondolkodok, hogy 56 emberrel vajon neki menjek-e a sereg. Jó lenne pedig ezt. Mi most már háborúba állok a guzitályokkal? Nem létezik. Pedig lehet. De az örökös vásárlás és tegeimre tud menni. Egy csatamén ára fedezte. Hát ezeket meg eladjuk. Pénzzel se lesz gondod, nem vagyok háborúba velük, akkor az egy átállt hadúr lesz. És miért menekül? 29 távolsági, 41 gyalogság, 15... Áááá... Ez tuti, hogy átállt úr, hadúr. Zászlós úr. Így nem tudom megmondani, mert nem láttam. Meg különben is le van magyarítva, hogy nem tudom, hogy az milyen. Tehát az nem azért használhatatlan, mert el van törve. Vagy... Nem értem. Ugye itt van ez a lándzsa, amit mondtam. Hát erről kapta az egység a nevét. Ugye ez miatt hívják őket Menavlionoknak, tehát maga a fegyver miatt. Hogy néz ki az a lándzsa, nem? Hogy nem tudsz vele ütni, se szúrni egy lándzsával? Akkor mit lehet vele csinálni? Csak vágni? Mondjuk elég érdekes.
hülye megoldás egyébként az ilyen tárgynézeti panelek. Ezt nem tudom miért erőltetik. Ezt legjobban egyébként azt hiszem az Oblivion, vagy nem az Oblivion, hanem a Skyrim oldotta meg. Szerintem, de... Ugye itt még láthatjátok, na például az ilyeneket kurva nehéz fordítani, normálisan magyarra. Mert egyszerűen van értelme, csak... Nehéz, tehát nehezebb, mert más a logikája a nyelvnek, ugye. Már elég jó páncél. Csak valami jó páncél. Ez a legjobb páncél, ez a birodalmi lovassági páncél. Ez hogy néz ki? Hát elég jó otvarosan néz ki, nem tetszik nekem. Meg ráadásul kurva drága is. Na mi kerül ez a 27 000-be? 37 000 egy pikkelyes lemez páncélkesztyű. Díszített birodalmi páncélkesztyű. Ebbe is... Jó, ez a nézet mondjuk ez még istenes. Mert ez logikusan van felépítve, meg látható, hogy mi van a képen. De a fegyvernél miért nem egy képet raknak ki, nem? Hát jó, de így nem tudom, mert eleve nálam magyar ugye most. De, ja, hát az valami elit fegyver lenne, de akkor az csak ló hátról lehet. Gondolom, vagy úgy van értelme. Milyen hosszú? Hát, ja, nem tudom. Biztos van ilyen fegyver. Arra vagyok kíváncsi, ez utoléri vajon, mert akkor egyből rárepülünk be a pattanóra. Megyünk is, figyeljetek. Na, ezért nem akart vele csatázni. Így már csak megnyerjük. Várjatok. Footman! Move out! Moving! Forward! Footman! Move! Rider! After me! Fel van lovasi jászokkal is, Charles. Mouse! Move! Infantry! Get moving! Már lovas ütközet folyik hátul. Ennek rohadtul nem ülő. Ezért olyan kemény ez a sereg, hogy tele van ilyen lovas getikkel. A lovakat szoktam leszújkálni egyébként, ha összejön persze. Gyertek, megpróbálom lefúgni a lóról. Bocsánat a kifejezésére. Ott van, fejbe, ez az. Átláthatatlanok a csaták, így azt tudom, de... És ennyi. Úgy vettem észre, hogy jön. Most hát észrevettem, csak... Már mindegy volt. Ez is tipikus. Lehet nézelődni az ellenség. Az a poé, hogy most ő áll nyerésre. Ő fog nyerni. Figyeljétek meg, mert ledobálja az a sikertséget. Itt még meg lehet menteni ezt a csatát, hogyha kilépek időbe. És újra visszajövök. De még ezt megnyerhetem. Vagy ugye itt már nem tudok beoldani. Jó. Nézzétek meg! Itt vannak az ellenségi jászai, és semmit nem csinál az olyan.
De az égett a világon semmit azért, hogy lenyomja őket, és ezért veszítjük el a csatát. Egyszerűen nonsense, amit csinál az AI ebben a játékban. Egyszerűen felfoghatatlan, és most mit tudok csinálni? Semmit. Ez már egy vesztes csata. Annyit tudok még tenni, hogy abban a pillanatban felbérelek minden kereskedőt, minden újoncot, hogyha van, szóval visszamegyek a csatába. És még megpróbálom behúzni, de... ez igazából lehetetlen. És csak küldeni tudom a csapatokat, úgyhogy lootri. Jó, de meg lesz. És a szépen gondosan felépített seregem ment is a levesbe. Ennyi. Volt erős hadsereged volt. Igazából minden katonát átvettem, majd itt kell egy kicsit kukázni. 80 plusz 26 korlát felett, azonnal megyünk vissza a városba. Várjátok, gyorsan kukázunk egyet. Jobb ismerlek, legalább még a stream minősége nem szenved csorbát. Szia János amúgy. Az újoncokat abból a pillanatban kukázzuk, minden egyvenet. De nem. Hát, jár látjuk, hogy mennyit hagyunk meg. Így. Az 71, így. Jó. Utanállókat is. Jó, az maradhat. Foglyokat, azokat eladjuk. Fogadom, hogy eddben. Mindent, aki nem birodalmi, azt el szoktam adni, meg az újoncokat is, mert nincs értelme őket tartogatni. Rengeteg pénz fog bejönni, hát rengeteg, mihez képest. Ugye itt az a probléma leginkább, hogy nagyon random, hogy kiket fogadunk fel a foglyok közül. És azért nem szeretem, mert elég jó kard, de nem olvasztjuk be, inkább eladjuk el a pénz majd kajára. Jó, ezeket is eladjuk. Na, és akkor... ezeket nem eladtam, hanem kidobtam, ugye? Jó, mindegy. Lényegtelen. Ügyes voltam nagyon. Ez már ugye a kapkodás, hogy... akkor már... az a baj, hogy... Van ez a pont a játékban, ahol... ahol olyan gyorsan kezdenek el történni az események, hogy... egyik pillanatban még mész a 70-80 fős seregeddel, akiket nagy nehezen élelmezel meg minden. És akkor egyik pillanatban, így a semmiből előugrik mondjuk két, mit tudom én, ellenséges sereg, csak lesel, mint bolyolő az új kapura, hogy most akkor mi történik tulajdonképpen. És ugye én pont nem az a játékos vagyok, aki mindig ment, hanem most muszáj lesz. Mondjuk, hát, és azt akartam csak elmondani, hogy itt bármelyik pillanatban felkészülhetsz arra, hogy belefutsz egy olyan akadályba, amit nem fogsz tudni leküzdeni. Ez is majdnem az volt, még szerencsé, hogy nagyon gyorsan tudtam ellene lépni, mert nem sok
választott el egyébként attól, hogy ez hatalmas bukó legyen a végére. De még istenes lett ahhoz képest. Most nézzétek meg, most megint visszaállt a stream minőség. Tehát most nem akad. És akkor mi a garancia arra, hogy 2 perc múlva nem kezdem megint olyan szinten laggolni, hogy nem tudok mit csinálni. Ez az undorító az egészben. Na, nézzük. Ha 72 katonák van. Ezt a birodalmi ilyesmit is, tehát ezt megszüntetjük. Pontos, a birodalmi újoncokat mindet. Kának se kell. Ez így már így alakul egyébként. Tehát, ugye a foglyokból átveszem, ugye ezek saját csapatok tulajdonképpen, csak ugye valaki foglyulejtette őket, vagy dezertőrök voltak, de én felveszem őket. Jó van, majd egyszer úgyis találkozok velem a játékban, mert előbb-utóbb minden része elő fog jönni. Kérdés, hogy... mikor? Én először arra se jöttem rá, el is felejtettem ugye, hogy a... van olyan láncsa, amit lóhátról ugye egy gomb megnyomásával kell ugye úgymond súlyba dönteni. De az is rohadt jól működik, tehát ilyen 800-as sebzéseket ad. Most már elég sok katonám van. Már dezertőrök sima. 37 ijászom van, akkor az azt jelenti, hogy a gyalogságot kell majd túlsúlyba helyezni. Lovasságot megkíméljük. 3 lovasom van, úgyhogy nagyon nincs rajta mit kíméljön. Megpróbáljuk pilummal ledobni az első közelmerészkedőt. Igen, akarnak közel jönni. Az neki kutottam. Melyik lő le vajon mennyire akkor? Ez is ugye, hogy az ajt nagyon könnyen meg lehet vezetni ezzel a hátul lovaglással. Csak eltalálni. Nyákkal. Az ellenség. Erre az üldözésre nagyon jó rámenni. Azt hogy értem el? Az az érdekes, amikor kiveszed a... amikor íjász vagy, lovas íjász, és kiveszed a célkeresztet. Akkor rohadt jó úgy húzni az íjászat képességet, hogy megvárod, míg elmenekülnek az egységek, mi halt meg, irodalmi legalábbis jó. Megvárod, míg menekülnek az egységek, és egyenes vonalba futnak, simán mögéjük mész. Tudom, hogy az íjászokból is visszaadok párat. Ezeket mind visszaadjuk innen. Bár el is adhatom, várj, akkor nem adjuk vissza. Na, tehát egyenes vonalba kell lovagolni mögöttük, és megvan oldva a problémád igazából, mert ugye, ahogy nincsen célkeresztet, de mondom, csak simán lovagolsz mögöttük egyenes vonalba, és sima ügy lesz. Ja, vissza kell menni. Minden egyes lövéssel szinte az elején tudod húzni a az íjász képességedet. És egy idő után majd ráérzel, hogy amikor futnak feléd, vagy amikor lovagolsz, hol kell elengedni, nyilván lesz, hogy bármilyen egységet le tudsz majd vele nyomni igazából. Én elég jól kezdtem gyakorolni, csak kijött az 1.4.2-es beta, és az a mentésem úgymond elszállt. Tehát nem láttam értelmét tovább vinni. Ennyi volt a története ennek.
Most megint helyreállt egy kicsit a stream. Érdekes. Most már nem is nagyon laggol, amit én látok. Hogy nálatok milyen, azt nem tudom. Na nézzük akkor itt mi van. Fogadó negyen. Kérsz. Hát azt mondtam, hogy az íjászok azok mennek, mert nem kellenek. Szerintem a képzett íjászok se kellenek. Hát talán így. Lehet, hogy még ezt a gyalogost is kukázzuk. Igazából nem kerestünk valami új, de jól rajta. A kovácsolást azt majd még megnézzük a stream végén. Lehet egy jó lovat is kéne venni már. 45 ezeren. Ugye az a baj, hogy 60-as lovaglás kell a jó lovak. Az összes többi az csak ilyen ugyanolyan szinte. Most nekem ez steppei lovam van, ez még istenes. Egyébként itt nem tudom, hogy vagy csak nem fordult még elő, vagy nem vettem észre, hogy itt nem sántulnak le a lovak, például. Ha jól láttam, de nem biztos. Vagy lehet, hogy még csak, de elég sokszor kilőtték alulam a lovat, és nem sántult le. De azt hiszem, a Warbandben ott úgy volt, meg az első Mountain Blade-ben is. Én tudtam, hogy ez fel fog tűnni. Én most már nagyon sokszor írtam be a magyarítás csoportba, hogy ez a palatin őr, ez nem hangzik jól. De ez csak az én véleményem, tehát én szerintem ez abszolút nem illik a játékba ez. Mert ilyen nincsen a magyar nyelvben, hogy palatin őr. De nem tudok vele mit csinálni. Én ugye itt azon megy a vita, hogy van a... De az igazság, hogy nem is látom. Tehát az eredeti játékban van a Palace Guard, illetve a Palatine Guard. Na most azt tudni kell, hogy ez a Palatine Guard az angolban az egy modern egység. Tehát ez az egy ilyen viktoriánus korabeli vatikáni gyalogos egység volt, milícia. Tehát ilyen a középkorban, meg az ókor, késő ókorban, Bizáncban nincs is ilyen szó, hogy palatin őr. Ugye ez onnan jön, hogy az angolban ezek a fasz buzi angolok nem tudnak beszélni értelmesen, ezért ugyanazt jelent náluk, van egy két egységtípus, az egyik az Palace Guard, a másik az Palatine Guard. És ő szerintük ez két különböző egység, holott ugye nem. Na most én egyből mondtam, hogy az egyik akkor ugye az palota őr kell, hogy legyen. A másik meg vagy gárdista, vagy mit tudom én, vagy veterán palota őr, vagy valami, csak ne palatin őr. Tehát meg eleve ez egy íjász alakulat, tehát ez nem... Majd valami lesz belőle. Majd valami lesz. Elég sok ilyen félrefordítást már kigyomláltattam a játékból, eddig a magyarításból, de ez még tartja magát. Ugye ugyanígy a Bukellarius, ez szerintem ez teljesen helytálló, mert ezt nem tudod máshogy fordítani, csak annyi, hogy esetleg a C-t megváltoztatod K-ra, meg raksz egy A betűt oda, ugye? Tehát, mert ugye ez egy tipikus egység Bizáncból, nem tudsz velük mit csinálni, ezt máshogy nem is tudod fordítani, ha csak nem kekszevőknek, ugye, amiről a nevüket kapták. Tehát ilyenek vannak, de ez a palatin őr, ez tényleg egy undorimány, de majd előbb-utóbb születik rá megoldás. Most egyelőre még nincs. Azért ezért kell folyamatosan nézni, ugye angolul is, meg magyarul is a játék, hogy legyen róla. Menjenek az infók, hogy mi micsoda, vagy miért ez, miért az. Hol lenne most már, hogyha kicsit felgyógyulnának az embereink. Ahhoz képest nem is fogyasztanak sokat pénzben.
Tehát nem sok zsoldot fizetünk ki. Vegyük fel az embereket. Arra nem jöttem rá, hogy miért nincsen olyan... Most már legalább kiírja, hogy milyen képesség kell hozzá, de... Esküszöm, nem értem, tehát... Ez a játék még nincs kész, tehát ez tisztán látszik. Tisztán látszik, de előbb-utóbb készen lesz. Jó, de ezek, te most olyan dolgokról beszélsz, amik... Ez a magyarítás még... A játék sincs kész, nem vagy a magyarítás, tehát... Igazából hidd el, hogy vannak olyan dolgok a játékban, amiket egyszer lemagyarítasz, jön egy beta patch, és szétbassza az egészet. A ragozásokat minden ilyen knock-knackhez beírja a magánhangzók helyére a csillagot, meg ilyenek. Tehát ne tudd meg. Tehát ezek olyan dolgok, amik igazából nem a magyarító csapat munkájához köthető. Tehát itt még a játék annyira, mit szoktak mondani, képlékeny. Én utálom ezt mondani, de ez még annyira kezdetleges early fázis, akármennyire is késznek tűnik. Ez nincs kész ez a játék. Tehát ez csak egy nyers valami. De egyik pillanatra a másikra, ez körülbelül úgy tudnám jellemezni, mint a Hoi 4-et. Tehát, hogy akár mit csinálnak a magyarítással, mindenhogy crash-el. Pedig már programozók elemzik meg, mit tudom én. És egyszerűen nem. Tehát ez körülbelül ugyanaz a pont. Lehet, hogy most is volt olyan, hogy valami már le volt fordítva. Például ugyanez a csataképernyőn ebben a játékban, mindjárt fogod látni. Ez a rész. Tehát ez a Sand Troops, ez le van fordítva. És egyszerűen nem érzékeli a játék, bármilyen nyelvet raksz alá, ha magát a török nyelvet magyarítod le, vagy az angolt, vagy bármi mást, ez mindig Sand Troops marad. Tehát egyszerűen nem tudod lemagyarítani. Tehát ez programozási, vagy hát, na, érted, tehát ez... Így a magyarítás akármilyen állapotban is van, olyan dolgokkal kell néha szembenézni a magyarítóknak, hogy nem egyszerű. Valamit hiába is fordítanak le. De miért ezek jöttek előre? Ó, baszki. Ja, azok fosztogatók csak, jó. Jaj, nem is tudom. Kapott egy pányi veszélyt a gyomrában. Azon gondolkodom még, hogy lehet, hogy a grafikát kéne egy kicsit lejjebb vennem. Nem, hát szerintem ez abszolút nem játszik. Mert bőven elég a memória. Vagy nem? Ugye megnézem, hogy vesztette azóta az OBS-be, mennyi képkockát vesztettünk. Ja, kicsit felment a vesztett képkockák száma. Jó, mindegy, egyelőre maradjunk így, aztán meglátjuk. Te erről beszél. Meg mibe bele fogsz futni? Ezt kész játéknak tekinteni még abszolút-e.
Az a baj, hogy nagyon felhypolták az elején ezt a játékot, de azért be kell látni, hogy ez nagyon messze van egy jó játéktól, szerintem. Nem is az, hogy messze, hanem nincsen meg benne az a plusz, amire azt tudnám mondani, hogy a Warband után a kurva életbe. És utol fog érni. Bazd meg. Ilyen engedem, mi földjeinken mész, baszott. Ja, és akkor most fizest neki. De mivel? Se fogjon, se. Ja, lehet fizetni Dénát, várja. Nézzük meg, hogy mennyi pénzért engedne el. 29k-ért. 13k-ért elenged. Meg kéne lépni. Az a baj, hogy 80-on vannak. És itt már ugye nem tudsz barterezni. Milyen egységei lehet? Osztogató 5, birodalomgyalogos. Miből van neki sok? Veteránból. 19 veterán. Hát, baszki. Jó, mindegy, hát próbáljuk meg. Ilyen defenzívabb. Defenzívább. Defenzívebb. Felállásban. Arms length apart! Footmen! Move! Kevés a lovasom, ugye itt az a baj, négy lovasom van össze-vissza. Az íjászok nem tudják kiverekedni magukat ezt a csatát, akkor ez nagy érvágás lett. Nézzétek, hogy 19 lovasz. Ez mind ilyen dobós geci. Ez utálom benni, vagy egy lövő, na. Talán az egy kivert. Esélytelen, ezek le fognak lövöldözni. Van ez a... Ezek milyen lovas? Hát ez nem lesz majd. Baj, hogy jó, még talán az íjászaim azok tudnak valami valamit. Ah! Ez is a páros. Hát itt már az ujjászaimat baszabolják. Hát itt ki kellett volna fizetni a váltságdíjat. Jó, nem lehet feladni. Amúgy, gyere. Várjatok? Még egyet ledobok azért. Nehogy hátba lőjenek. Gyere. Nem az a baj, lelövöldöznek mind a kutyákat. Korábbi tárt a tatáról. Ábaszom elvédom. Bököllem mit akarsz? Na, le fogunk szurkálni. Hú, de szar egyedül arcom. Hát ez ilyen. És ennyi.
50 fő sereged volt, már beléptél a faszán, meg volt mindened, meg mit tudom én, és akkor most hirtelen fogoly vagy. És ennyi. És kezdheted, nulláról kezdheted a játék. Tipikus Warband egyik. Most fognak kiszabadítani. De ha, és még legyőzi azt a sereget is, nézzétek meg. Miről beszélünk? Jó, de legalább fel tudjuk mérni, hogy... Jó, pénzem megmarad. Na, és nulláról induljunk neki az egésznek. Sőt, még a kísérletemet is elvesztettem. Tehát a mellettem lévő karaktert. És ugye innentől kezdve ugye meg vagyunk lőve tulajdonképpen. Tehát nulláról kezdjük az építkezést, úgyhogy kezdjük el toborozni a katonákat, mert nincs se várunk, se falunk, semmink. És ugye küldetése tudunk felvenni, vagy hát nincs értelme felvenni. Annyi könnyebbség van jelenleg a játékban, hogy minden fegyverünk megmarad. Tényleg, tehát nem olyan, mint a Warband, hogy foghül ejtenek és akkor elveszted a cuccaidat, hanem bizony megmarad mindened, szóval még erre se figyeltek most ebben a verzióban, lehet, hogy majd később bekerül. Megmondom, a lósántulás, a fegyver használ, a fegyver elhasználódás, bár az a Warband, bár úgy tudom a Warbandbe ott szilánkosra törtek a cuccok. Na, most egy hegyi banditának, egy négyfős hegyi banditának nem merek neki menni ezzel a karakterrel. Mert úgy lelövöldözik nyilakkal, hogy ezt nem lehet elmondani. De ugye mondom még egyszer, ez a realisztikus nehézség. Mondva jobb is, hogy így majd újra kezdem egyébként ezt. Mindig itt tólálkodik ez a szemet. Jó, az a szerencsé, hogy van pénzem. Hát hogyha most gondoljatok bele, hogyha ez, ami most történt, ez egy, mit tudom én, csak 10 000 aranyatok van. Hát akkor mennyi játékórát kell beletenni, hogy újra fölállj? Rengeteget. És ez az, ami néha frusztráló egy ilyen játékban, bár tudom, hogy voltak olyanok, akik szerint 1000 órát kell beletenni az ilyen játékokban, nem. Hát ahhoz meg nincs meg a balansz a játékban, mert nekem összesen van talán 40 órám a Bannerlordban, de már látjátok, hogy már ilyen, tehát ezek rendes nagy csatákat lehet vívni. A régi Warband feelingű nagy csatát, tehát ezeket a 100 fős, vagy 200 fős csatákat. És akkor majd nem sokára ugye jönnek, az meg elengedtem őket. Megint össze-vissza pofázok. Tehát... Nincsen meg a... Nem is az, hogy az egyensúly, mert nem egyensúly, hanem... Amennyire gyorsan fejlődsz a játékban, annyira hirtelen dob bele utána ezekbe a mély vizekbe. Tehát egy pillanatok alatt megvan ez az 50-60 harcosod, ó, már nyerekbe érzed magadat. Jó, bár ezt nevezhetjük jó feature-nek is. Ezt ledobtam mind a szart, de ők is engem. És... Warriors! At them! Állandóan nyomkodni ezeket a szargombok. Nem lehet kiadni egy általános direktívát a csapataidnak, hogy mit kövessenek. Nem lehet... Én nem vettem észre, hogy hozzá lehetne rendelni a saját kísérletedből valakit, hogy vezesse mondjuk a lovasságot csatába, hogy ne kelljen rá figyelni, hogy defenzív vagy támadó szellemű legyen a csapattest. Soroljam még, hogy mikre kéne figyelni egy ilyen játéknak. Mert tudom, én tehetetlen vagyok, meg mindig negatív vagyok, hogy ez se jó, az se jó, de nem. Tehát ez... Mit csináltak 8 éven keresztül? Átpuszták a grafikát? Ennyi történt? Vagy mi? Ugyanezt csináltam 8 évvel ezelőtt a Warbandben. Vagy 10 évvel ezelőtt az első totálból. Az első mondtam lépve. Ugyanezt. Semmi különbség nincs.
Más a grafika, meg egy-két logikai kapocs más. Ennyi. De mi? Hát pont azt mondom, hogy a Warbandbe ott foglyul ejtettek és mit tudom, visszakaptad a cipődet. Tehát körülbelül ennyi. Visszakaptad a cipődet, meg lehet, hogy a kard. A kardodat általában nem. Vagy a fegyvereidet általában nem. Jó, mondjuk 39 000 aranyról nagyon könnyű visszajönni ebbe a játékba. Mert csak azt kell csinálni, hogy feltoborzol mindenhol katonákat. És mindenkinek neki mész. Ilyen banditáknak, fosztogatóknak. Elvállalod a dezertőrös küldiket, ott segítesz a falusiaknak, mert utol fogja érni. Ilyenek. Tehát ez ilyen itt már ilyen lepattanókra kell menni. Ennyi. Ennyi a játék. De tényleg. De nem azt mondom, hogy ez rossz. Csak nekem már... Csak... Nekem ez már nem. Tehát... Értsétek jól, tehát... Jó ez a játék. Tehát el lehet vele lenni. Tényleg az, hogy már kicsit mélyebbre vágy, mélysége kéne, hogy legyen. És nincsen neki. Hogy legalább a felnőtt közönséget is megszólítani valamilyen formán. Ha nem akarják, akkor nem kell beszélni. Anyát kicsit. Csak beleállította a fejébe a kaszát. De azért láttátok, most is bedobáltam filmnak figurát. Na most megint helyre jött a Steam. Akkor te nem tudom mivel játszottál, vagy milyen nehézséggel játszottad a Warbandet. Nekem volt olyan, hogy meghagyták a cipőmet meg a gatyámat. Vagyis a... Azt volt gatya egyáltalán, nem emlékszem már. De azt tudom, hogy lenulláztak. De ott azon is függött, ugye úgy emlékszem, hogy mekkora sereg támadott meg, meg ilyesmi. Hát a... Vász? Ez mi volt ez? Ja, hogy itt van az én emberem. Ez az. Fogadjak fel 4 zsoldost. Fogadjak fel 4 zsoldost, hogy kicsit keményebb seregem legyen, vagy... Láttam, valahol volt egy dezertőrös küldi, arra neki kéne menni. Nem, szóval arra akartam csak kitérni az előbb, hogy... Nem. Megváltozott az egész. Itt is van egy dezertőrös küldi, csak az a baj, hogy 21 újonccal nem igen kéne neki menni. Szerezzünk egy kis utánpótlást, meg vadászunk csapatokat. 3,4, 4, 9. Hoppá, ott az mi volt? Ja, ott ők nyertek, jó. Ja, szóval kicsit vérszegény, na. Őszintén megmondom. Tehát... Elvettek, azt mondom, mindent. De egyébként a Mountain Blade-et nem is érdemes máshogy játszani, csak realisztikusan. Tehát, aki más mond, az... Szerintem nincs értelme máshogy játszani a Warband-et. Csak realisztikus nehézség. Ugye, és... Csak abba gondoljatok bele, hogy arra nem figyeltek, hogy most nézzétek meg. Ugyanezt csináltam a Warband-be régen. Amikor elkezdtünk, nézzétek meg. Mit csinál majd az AI? Figyeljetek, legnagyobb húzás ever. Oda vágtott az ellenséges fosztogatókhoz, vagy banditákhoz. Persze, ha nem mindig jársz. És az összes felét kezd el futni. Figyelj. Nem igaz, hogy ezt nem tudták megcsinálni. És ugye hányszor csináltam azt, hogy ilyenkor simán... Ugye parancsot adok a támadásra a csapataimnak, és míg az összes fosztogató felén fordul, az
még a csapatai észrevétlenül megközelít. Hát, jó ez. Látszik, hogy realisztikusan van, mert itt azért 20 fosztogatok közé nem szabad. De ugyanez működött a Warband-ben is. Emlékszem, ugyanezt csináltam. Mind ezeket a katonákat mind elvonod a család csapataitól. Így elkezdenek. Csak levadászod őket. Mind a... Nézzetek meg, hogy az agyaggalom lövészet. Ugye van értelme ennek, hogy így lehet húzni a fegyvereket. Ugye a fizika az elég jó, meglepően jó. Ahhoz képest, hogy milyen játékról beszélünk. Na, hol fut az utolsó hadlám? Már kifutott a térképről, nem? Kap. Így is meghalt egy újonc, meg egy gyalogos is. Ez is a... Amikor beküldöd a csapataidat... ilyen automatikus csatákba, na az is egy hatalmas érvágás egyébként. Most miért erre jössz? Arra miért nem tudtál menni? Itt is vannak dezertőrök, jó. Jó tudni. Ugye most vagyok azon a ponton, hogy majd a dezertőröknek a likvidálásáért csak a fele összeget fogom kérni, hogy minden faluban növekedjen a megítélésem. Ezáltal ugye majd jobb újoncokat fogok kapni. Más küldi, de az is jó lesz majd a kíséretnek. De itt a dezertőröket már azért kell elkezdeni megcsinálni, hogy fejlődjenek az embereink. Csak ugye ezek a dezertőrös küldi, amik így... mit tudom én, ami csak 30-40 embered van, azért, hogyha jön 3-4 ilyen jobb lovas a dezertőrök között, azért azok megfingatnak 2-3 elit gyalogost, mire vége a csatának, úgyhogy ezekre oda kell figyelni. Kovácsolást hanyagoljuk. Veszünk egy kis ételt. Jó, Olivé. Mi a helyzet? Mindig csak 29 ember, amivel megint csak nem érdemes neki menni még a dezertőrös küldiknek, szerintem. Ha csak nem egyedül akarod megcsinálni, de realisztikus nehézségen nem akarod egyedül megcsinálni. Most mondom. Bowman! Három gyászom van. Arrows! Spread the field! De csak fosztogatok, ugye ezeket lelődözik innen. Egyébként rohadt jó íjjal lövöldözni a játékban. Marha jó, főleg célkereszt nélkül. Hát... szerintem... nem akarod hallani a választ. Szerintem erre. Hogy mikor érkezik a magyarítás. Jaj. Bazd meg, hova dobtam. Ezt homlokon szúrtam, elég rendes. Anyám. Na, egy ijászunk így is bánta. Nem ilyen voltam mondjuk, de pont egy birodalmi ijász. Mindegy. Ez van. 8 fosztogató, ez a realisztikus nem is. Nem? Ja, kaptam egy... fiát. Hát, ja.
Körülbelül. Amikor kijön Early-ből. Esetleg. Mert az igazság, hogy már korábban most itt elmondtam, hogy amíg ennyi beta meg ennyi verzió van, szinte napi 2-3 naponta jönnek az új verziók, és offolják a játékot, de szó szerint, tehát addig nagyon nincs értelme kiadni magyarítás se. Mert bármikor jöhet egy új valami, ez igazából ez teszt. Tehát ez, én csak tesztelésre kaptam meg a magyarítást, ugye én a hibákat küszöbölöm ki, meg tanácsokkal látom el a magyarítókat, hogy nagyjából milyen szövegkörnyezetet kéne alkalmazni, meg milyen harcosokat hogy kell elnevezni, meg bizonyos kifejezésekbe, de az érdemi munkát még mindig ők végzik, nekem nagyon nagy beleszólásom úgymond nincsen ebbe. De vannak olyan kifejezések, amiket az én javaslataimra raktak a játékba, de ugye mondom, én csak tesztelem. Tehát az, hogy egyrészt nem is rajtam múlik, hogy mikor adják ki. Na mindegy, nem akarok sokáig beszélni erről, az a lényeg, hogy szerintem, mondom, így a megjelenés, talán az early előtt, de inkább az early után lesz a magyarítás kiadva, mert nincs értelme addig, mert tényleg olyan dolgok jöttek elő, itt már tényleg korábban elmondtam, hogy olyan észvesztő, hogy meg az, hogy rengeteg kifejezés a tárgyak között olyan, hogy rengeteget kell még rajta gyalni, hogy ez hogy lehetne normális magyarsággal, nem ilyen Google fordító jelleggel lefordítani. Most... Ja, én értem, mit mondasz, Spitfighter Studio. Csak az a baj, hogy nem adhatsz ki valamit úgy a kezedből, hogy rá 3 napra, meg majd betámadják a Facebook oldalt, vagy esetleg a Steam műhelyt, hogy mi a faszért adták ki szar magyarítást. Holott csak kijött egy patch, amit a készítők úgy láttak jónak, hogy most kell kiadni, te meg csak nézz el, hogy... Mert akár mond az emberek, ilyenek. Tehát ezért, meg egyrészt amíg nincsenek lefixálva, mint a korábban megvitatott palatinőr elnevezés, addig én nem is engedném. Tehát amíg nincsen minden a helyén, most csak mutatok valamit. Remélem meg tudom mutatni. Az a baj, hogy nem, pont nem látom, baszott. Nézzétek meg, tehát ezek itt mik? Tehát ezek a random változó dolgok, ezek még magában az angol nyelvű részében, nézzétek meg ezek. Tehát nem is lehet normálisan magyarítani, még ezekre nem jön rá az ember. Tehát amíg ezek benne vannak a játékban, az ilyen dolgok, addig nézzétek meg itt, ezek mik? Tehát addig ezt nincs értelme kiadni. De nem mindenki érti. És egyébként se... neked elvi kérdés. Tudod? Mert... én angolul is játszom a játékkal, azért... Hogyha nekem van is egy külön mentésem, megmutatom. Van egy angol teszt bétám, meg most csináltam ezt a magyar... Mert eddig én angolul játszottam a játékkal azért, hogy kiszűrjem azt, hogy mik az eredeti angol játékban a bugok, meg a hibák. Tehát mi nem csak a magyarítást végezzük, hanem a magyarításnak a... Ugyanúgy, ahogy a HOI 4 magyarításánál
amiről már volt szó, ott se sikerült mindent megoldani, mert például a Hoi 4 magyarításánál is azt, hogy a Tisza egyáltalán bekerült a játékba, azt a Hoi 4 magyarítónak köszönhetitek. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni, mi nem csak szimplán magyarítjuk a játékot, hanem például a Mountain Blade, a Bannerlord magyarító projekt vezetője már egy csomó bugot beküldött a fejlesztőknek, hogy amiket találtunk, meg amit ő talált. Szóval ez, meg az, hogy ki érti magyarul, vagy ki nem, ez rohadtul nem számít. Azért magyarítjuk le a játékokat, egyrészt, hogy jobbá tegyük, másrészt, hogy az anyanyelvünkön játszunk. Engem kurvára nem érdekel az, hogy te érted a játékot, vagy nem érted. Én magyarul akarom játszani a játékot, akkor is, ha angolul is tudom játszani. Nem tudom, hogy ebben mi olyan nehéz. Tehát ez amióta magyarítanak játékokat, mindenki ezzel a fassággal jön, hogy angolul is lehet érteni. Hogy játszd angolul. Mi magyarul fogjuk játszani. Ennyi. Nem, ez soha nem értettem. Annyira föl tud húzni idegileg, hogy hihetetlen. Ez ugyanolyan, mint a Deliverance. A Deliverance-t is elvittem a történet feléig, de egyszerűen nem az, mert magyarul akarom játszani, mert annak más a logikája a nyelvnek. Tehát nem beszélve a költői szabadságról, amit az angol nyelvnek a szegényessége miatt simán bele lehet rakni egy magyarításba. Olyan, hogyha egy jó magyarító csapatod van, olyan szintű, ilyen, hát nem azt mondom, hogy magas irodalmi szintű dolgokat, de elég komoly dolgokat lehet kihozni így prózai szinten magyarításokból. Nézd csak meg a Skyrim fordítóit például, vagy soroljam, morohános srácokat, amit például csináltak majdnem Prophecy of Pandor mondtam, a Pillars of Eternity-vel például. Tehát ennyi. Nézzük, hány katonámat lövik szarrá ezek a majmok. Nem, csak én hogyha valami fölbasz, az fölbasz. Tehát engem nem érdekel, hogy ki az, hogy nézője, vagy nem, vagy én megmondom a véleményemet. Azt a kurva! Mit csinálsz? Cipőmet nézed? A kurva nyár. Azt a lónak a fe... A szegény ló. Jaj, basszus, rám jönnek ezek a majmok. Gyere! Na ám ledobsz. Képes vagy rá, bazd. Jó, akkor szálfegyverre kitűnálni a nyerekből, de... Na. Lovamat akarod, mi? Nesze ott. Ennyi? Hány emberem volt meg? Csak három, hihetetlen. De mert ezek hegylakók voltak, jó van, hál' Isten. Nem egy nehéz játékról beszélünk, tehát realisztikusan se. Ha tudod, hogy mi, hogyan, merre, meddig, meg ha megpróbálod a csatát úgy irányítani, hogy mindig a neked megfelelő körülmények legyenek, akkor semmi gondod nem lesz. Hát a túlerő az túlerő, ugye? És nézzetek meg, itt van ez a... Ilyen, ez nem az. Azt hittem dezertőrös küldit fog adni. Meg mi? Meg ezt azt se értem, hogy minek moddolni egy olyan játékot, ami nincs kész. Tehát ez a legnagyobb halálom.
szidják a fordításokat. Igazából, figyelj, nyugodtan szidhatja mindenki, azt szidom te fel. Hát de, én értem, Spitfire, ugye most már ez lesz a neved. Én értem, amit mondasz, hogy ez egy Warband 2.0, csak tudod, 10 éve ez nekem még elég volt. Érted, mire akarok kiukadni? Tehát én konzervatív gondolkodású vagyok, de progresszív. Tehát én értem, hogy ez, hogy 10 éve ez a játék, ez tényleg, ez egy geci jó játék lenne 10 évvel ezelőtt. De most, arra úgy meg, ne, egy átlagos játék. Tehát nem, se nem rossz, se nem jó. Nincs benne semmi, ami kiugró lenne, amit azt mondanám, hogy ez egy jó játék. Nem, egyszerűen semmi nincs benne, amire azt tudom mondani, hogy na bazd meg, most már valami. Hát nem, nincs. Nincs benne, semmilyen szinten nem újult meg. Grafikailag, bocsánat, de nekem a grafika... az semmit nem ér egy ilyen játék. Ezt majd a modok fogják helyre rakni úgy 2-3 év múlva. Attól függ, mire lesz kinn a végleges verzió. Idézőjelben végleges, mert gondolom ennek is lesz 60 000 DLC-je. Hát ennyi. Ez most a mai játékipar. És ennyi. Igazából. Hát ez a játék, ezt én nagyon szívesen magyarítom, meg segítek a magyarításba, mert mindig jó ilyen fiktív középkori játékokat magyarítani, de igazából ennyi. Hát nem tudok többet mondani a játék. Semmi nem változott. Egy-két dolog, ami azt mondom, hogy előnyére várhatott volna a játéknak, az is olyan, hogy mi a fasz. Csomó minden hiányzik. Nincs semmi új. Ez egy ráncfelvart Warband. De unalomig ismerjük, tehát nincsen semmilyen elem, nem, egyszerűen nem. El lehet vele bohóckodni, meg minden, de a királyságot majd megnézem, hogy az milyen. Ugye most már szépen haladnék vele, ugye, hogyha nem kéne minden nap mennem szolgálatba, de még így is azért. Most még 40 órán van csak a játékban, abból a legnagyobb része arra ment el, hogy most megnézem, hogy angolul mik a játékban a dolgok, akkor kutatni szakdolgozatokban, meg történelem professzoroknak a az írásaiban, hogy most tulajdonképpen akkor mi micsoda, honnan, hova, miért így, miért úgy, utána az angol kifejezésnek is utána kutatni, hogy akkor ez most mi akar lenni, miért így nevezhették el, stb. Azt ledobtam minden szar. Tehát ilyenek, tehát erre megy el az idő. Semmi nincs készen, semmilyen mechanika. Hol van a csatarend beállítás? Miért itt a csatában kell Rips Robsonnél az 15 éve, körülbelül 15 éves szintű Ain, Ainak a fasságainál állítgatni, hogy hogy álljanak fel a csapatok meg ilyenek. Tehát, mi semmi nincs kész. Semmi nincs kész a játékban, ez egy vicc. Ez csak egy új grafikai motorral ellátott Warband, amit most azért adtak ki, hogy majd minden ötletből, majd ezt csak hirtelen ugye, összevetik, hogy milyen visszajelzések jönnek, és akkor majd hirtelen azt mondják, hogy hát de pedig ugye early-be fejlesztettük a játékot, tehát a játékos bázis akarta, és ez lesz. És így ez fog történni.
Mostában minden játékfejlesztő kihúzza magát ez alól. Így a felelősség alól. Most majd mindenki elkezdi beír, mindennek meg nem fognak tudni megfelelni. Tehát az Earlyknek meg ez a hátulütője. Hiába adja ki a játékot, tudták, hogy nincs kész. Tehát megírták az új motorra ugyanazt a kódot, ami a Warband volt. A tökéletesített, nem is tudom mi volt az utolsó Warband verziószám. 1.5.4. Faszt, hogy nem emlékszem. És most majd szépen tényleg az lesz, hogy majd a Steamen, meg a fórumokon, amik írkálnak az emberek, azt majd így elkezdik szépen. Így is egy csomó olyan feature, ami bekerült a játékba, az modokból van nyúlva. Ne, hadd ne soroljam. De a legértelmesebb, leglogikusabb lépéseket, amiket modokból át lehetett volna emelni, azokat már kihagyták. Tehát... Hát lovasok, mi a fosztogatóknál? Miből lenne? Hát szóval ilyen daróc ruhában vannak. Fosztogatókban sose volt lovas. A banditáknak vannak lovasaik magasabb szinten. De igazából ott sem mindig. De itt például látjátok, van lovas utonálló. Egy. Azt vágtam le a lóról. Figyeljetek, ez a játék, ez egy dologra jó. Én legalábbis régen is a Warbandet általában arra használtam, hogy tényleg unatkoztam, már fölbaszott a Rome 2, vagy a Panzer Corps, vagy éppen csak hazaértem munkából, és nem volt igazából kedvem így komolyan játszani semmivel, hanem volt egy Prophecy of Pandor mentésem egy olyan 400 játékórával, volt egy két váram, meg három falum, 300 játékóra után. Az egy kurva komoly mód volt egyébként, remélem majd berakják Bannerlordba is. És akkor volt, úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most kicsit kikapcsolom az agyamat, beléptem, felszedtem 40 lovast, meg 40 vagy 20 íjászt, meg 20 gyalogost, belevágtattam a legnagyobb csatákból. És akkor egy óráig így kikapcsoltam az agyam, kaszaboltam orva szájból, lődöztem, mindent csináltam. Erre volt jó a Warband régen. Ezeket a játékokat én már nem tudom komolyan venni. Tehát nekem ez már kevés. Úgyhogy... De mondom, hangulatilag viszont egy nagyon időt rabló, meg kikapcsoló játék. Hogyha el akarsz tényleg vonatkoztatni, mert itt igazából nem kell gondolkodni. Hogy mondjam, tehát... Ez nem az a játék, ahol az agyadat kell használni. Itt van egy séma, ahol te tudod, hogy mit akarsz a játékban, milyen karaktert építettél fel. Azon a séma szerint kell végig játszanod. Ennyi. Ez egy ilyen játék. Amúgy tényleg nem rossz, mert ugye a lehetőség szabadságát meg megadja. Vagy hát a választás szabadságát viszont pont ezek a feature-ök adják meg ugye. Ez az, ami jó viszont ezekben a Warband, meg a Bannerlordban, meg ezekben. Csak mondom, nekem már ez... Nem, tehát... De mondom, el fogok én ezzel még biztos egy 200-300 órát szórakozni. A legnagyobb poén az a mai napig az, amikor valaki megtalál azzal... Azokra én pont nem vagyok kíváncsi, az... Soha nem működött jól. Szerintem a... legrosszabb próbálkozás volt a Napoleonic Wars a Mountain Blade-ekhez. Még a tűzzelvassal DLC is egy nagy hülyeség volt szerintem. De csak az én véleményem. Na, mindegy, csak arra akartam kitérni, amikor mindig megtalálnak azzal, hogy miért szidom a Rome 2-t, amikor van benne 500 vagy 600 órám. Hogy mennyit játszottam vele. Aha. És akkor... Amikor a Medieval 2, meg a Shogun 2... Jó, a Shogun 2 volt Steamen, csak én nem vettem meg. Féltem attól is, hogy szar lesz. Vagy az első Rome, Total War Rome. És akkor azokban van 5000 órán, vagy 6.
Medieval 2-ben biztos, hogy van. Nem akarok hülyeséget mondani. Medieval 2-ben szerintem biztos van 8000 órám. És az se, utólag visszanézve, az is csak a modok miatt élte túl. De azt soha nem is szittam, azt a játékot. Persze lehetett volna, csak ugye más volt ott a, más volt a korszak, meg más volt a társadalmi berendezkedődés, még a gamer világban is 15 évvel ezelőtt. És hát nem is egy emberöltőről beszélünk, csak 15 évről. Súlyos gondok vannak itt egyébként. Sajnos. Na, keressünk még egy dezertőrös falut. Talán pont zsivány bázis most nem, mert ahhoz nincsenek jó egységeim. Ja, nem adtam el a srácokat. Ugye itt meg lehetne azt is most csinálni, hogy szépen felveszem az utonállókat a seregembe, azzal nőne a zsiványság szintem, ami azért jó, mert akkor meg jobban tudnék fosztogatni. Hát a Warband nekem streamen meg sincs. Tehát, nem is akarok tippelni, hogy mennyi órám van a Warbandben. Egy olyan 2-3 ezer biztos. És nem játszottam vele 3 éve, vagy 4. Igazából játszottam, hát de valamikor az utolsó videóm környékén, ami a Warbandről szólt, akkor játszottam vele utoljára. Olyan beteg modok voltak, te úristen. Volt a Sword of Damocles, ott is volt egy Bannerlord nevű mód, akkor a Wedding Ring, akkor mi volt még ilyen nagy mód? Én ilyen európás modokkal játszottam, benn volt a Teuton Lohagrendes, a Közép-Európa mód, akkor mi volt még? Volt hozzá a római, amikor a Róma, meg gallok, meg itt tudom én. Aztán volt. Egyébként most van a Freeman, azzal is szoktam játszogatni. Tehát azzal is letöltve játszottam 100-valahány órát. Steamen megvettem, raktam bele talán 26-25-öt. Mert ott is az AI az, amit nem tudnak megcsinálni. Tehát bemész a településekre, azt lelövöldözöd az embereket. Nem tudom, mire gondolsz. Mondom, 40 órán van a Bannerlordba. Én csak tesztelem a játékot, tehát én nem... Megnézem a magyarítás működik-e, meg nincs-e elírás, logikusak-e a sorok, logikusak-e a tárgy elnevezések. Az angolban ugyanezt nézem. Tehát én igazából csak rakom bele az órákat, nem nagyon figyelek a játékmenetre. Arra figyelek, hogy milyenek a szövegek a játék. Hát semmi, annyi, hogy a pajzsral így üt egyet. Total War. Hát... attól függ melyik. Az utolsó 3 az... nem... 3? Warhammer nem lesz, az tuti, azt nem ígérem már meg se. Nem is ígérem már meg. Tehát Warhammer, Total War az én csatornámon soha a büdös, tetves, mocskos, búbántos életben nem lesz. Bocsánat, ki kellett mondanom, az egy fostaliga, az undormány, az... Jó, ne sértődjetek meg, senki, aki szereti, az egy szar. Kész. Uff. A Three Kingdoms Medieval 2 módként még egy nagyon jó lehetőség volt. A Three Kingdoms módban biztos, hogy van 300 órám, lehet, hogy kevesebb pár, 10-20-szal kevesebb, de 200-250 órám biztos van a Three Kingdoms módban. Egyszerűen nem tud már meghatni semmilyen ókori Kína, semmilyen Total War, akármilyen új engine van alatta. A Britannia szaga az egy, hogyha lenne a Dresdenék, megcsinálnák normálisan a módjukat hozzá,
esetleg lenne. Amúgy annak az alapjátéka se olyan túl rossz. Attila Total War az valószínű lesz a Medieval moddal, meg ugye az Ancient Empires-el, amint ezek a modok is ugye kész lesznek, talán x év múlva, lehet, hogy 2, lehet, hogy 5, fasz. Tehát az Attila Medieval mod, ez megint olyan, hogy mikor lesz kész? 5 év múlva, vagy 2, vagy 3? Dolgoznak rá normálisan? Az Ancient Empires az elért egy elég komoly készültségi fokot, de az is olyan, hogy most akkor mi van? Hát, tűzzel vasarra gondolsz? Hát, az a baj... Ja, hát... Rommal játszottam, az a baj. Ja, az igazság, hogy nem szeretek olyan videókat csinálni, amiket már unalomig ismerek, mert már nem tudok beszélni. Ez a Bannerlord azért lenne jó, mert abszolút nem ismerem a játékot. Már olyan szinten, hogy átláttam szerintem, mert... Ez, hogy... Ahogy jönnek elő a dolgok a Bannerlordból, úgy látom át, hogy ezek mire épül ez az egész. És ez már nem tud lázba hozni valahogy. De amúgy visszatérve a kérdésedre, nem működnek a skillek rendesen, mert ez az udvarmester skill például, ez hogy a tökönbe lehet 103? Tehát ez egy klánvezetői, vagy hát ilyen mindenféle képesség, de igazából nem vezettem a klánt, mert egy kísérőm volt, és a klánom igazából belőlem, meg ebből a csajból állt. Nagy részt. Tehát akkor ez miért fejlődik? Ja, Spitfire, te nem vagy fenn a Facebook oldalamon. Én benn vagyok a CA-nak a belső tesztelői körébe. Támogatott... Idézőjelben támogatott tartalomgyártója vagyok a CA-nak. És nem köteleznek rá, hogy a játékaikból videót csináljak, pedig minden DLC-üket és minden játékokat megkapom tesztre. 2 héttel a megjelenés előtt. Ugye embargózzák őket, tehát nem csinálhatok videót egy bizonyos dátum előtt. A Warhammer 2-nek az utóbbi nem tudom hány DLC-t én ingyen kapom. Jön az e-mail, küldik a kódot. Ugyanígy kaptam meg a Three Kingdoms-ot. A Three Kingdoms-hoz a mit tudom hány DLC-t. De ugye őnekik nem számít ez. Tehát amíg 2 havonta van egy Medieval, vagy egy akármilyen Total War tartalom, addig én ingyen kapom a kódot. Nem köteleznek arra, hogy az adott DLC-ről kötelező videót csinálnom, mert különben a következő kódot nem kapom meg. Hát én nekem már akkor meg lesz a Troy, amikor sokan még csak készülnek majd arra, hogy az Epic Games megjelenés napján elérhető, hogy egyáltalán le tudják szedni. Én akkor már 1 hete játszottam vele. Csak nem visz rá a lélek Total War videókat csinálni, mert egyrészt nincsenek már olyan modok, amiket be tudnék mutatni, ami amúgy Isten igazából nekem úgy a zsánerem lenne. Másrészt... Nem tudok újdonságot mondani róla, mert egyszerűen nincsen, tehát... Na mindegy, hagyjuk, ez hosszú történet. Én már úgy vagyok a Total War-ról úgy vagyok, mint a Tarkovval. Tehát én nagyságrendileg
sokkal több játékórán van a Totálvorokban, mint a Tarkovban, mert a Tarkovban csak olyan 3500-4000 környéke. Egyszerűen kiégtem tőlük. Tehát ennyi. Sógun 2 egyébként. Persze nem az alapjáték, ha értem. Az alapjáték az... Ja, meg hát eleve én nem játszok alapjátékokkal, tehát ezzel is most csak azért játszom magyarítás miatt, különben hozzá se nyúlnék, amíg az első évkézláb komplex módosítás ki nem jön. De akik régebb óta néznek, úgyis tudják már ezeket. Tehát nem tudom, tehát már az a baj, hogy nekem ezt állandóan meg kell magyaráznom, hogy én nem játszok alapjátékokkal, az a Witcher 3-ba talán. Meg egy-két olyan játékkal, amire azt tudom mondani, hogy nem kell hozzámod. Ilyen a Panzer Corps. A Panzer Corps 2-re is azt mondom, hogy játszottam vele 100 órát, vagy 105 beta teszttel együtt. Ja, valami mód kelleni fog hozzá. Már nem tudom. Egyszerűen nem tudom, hogy mikor fog ahhoz mod kérni, mert még műhely sincsen. Egyébként lehet, hogy vissza fogom rakni a Panzer Corpsot, és újra fogom rommá moddolni. Vagy hát nem én magam, hanem öltök le valami jó kis modot hozzá. Van 40 ezer tallérom, igazából. Én Assassin's Creed-ekkel a 3 óta nem játszok. Az a széria, az valami... Az a baj, hogy nem akarok megsérteni senkit. Tehát. Nem. Az Assassin's Creed, vagy mi, hogy kell mondani, Cred, vagy Creed, vagy Credo, az aztán minden már csak nem játék. A kurva életben megint ott van egy ilyen szutyok. De mi a tökömet keres a piroda vagy a frakción kellős közepén? Az egyik legnagyobb városunk mellett egy ekkora sereggel, basszus. Még szerencsére nem ilyen nagy ezres seregekkel jön. Ott áll 100 ember, érted, egy erdő közepén. Mert neki az jó. Az ott mi az a 100? De az meg megy, akkor menjünk. Ha? Aztán most mit üldöztél, csin? Menjünk azokat a fosztogatókat, csapjuk meg. Talán nem futunk bele senkibe most. Tehát lehet, hogy már befejezzük, mert így csak egy teszt jelleggel szerettem volna. Encore. Pirate Bay még működik, ott is tuti fönn van. Z-Tracker, vagy mi volt az a torrent oldal. Nem akarok nagyon torrentet reklámozni, de... De egyébként nem tudom hány éves vagy, vagy van-e félre te zseppénzed, vagy ilyesmi. Szerintem Instant Gamingen max 1500-2000 forintért fenn van. És akkor most... De ha gondolod, megnézem neked, majd írjál rám a videó alá kommentet. De akár meg is várom, míg most megnézed. Írd be a böngészőbe, hogy Instant Gaming Napoleon Total War. Szerintem nem akarok hülyeséget mondani, de hát szerintem max 2000 forint. Nem próbáltam. Miért? János, te próbáltad? Milyen? Nekem azt mondták, hogy nagy lehúzás az egész. Most telepítettem vissza a Hoi 4-et, hogy majd a magyarítást leteszteljem, hogy crash-e le. Mert a projektvezető mondta, hogy még mindig crash-e az a pos. Nekem, én a Hoi 4-től is kiégtem már, tehát abban is van rengeteg órát beleraktam. És akkor dobtam el a kanalat a Hoi 4-től, amikor
Amikor feltelepítettem, ott van, ott a miserünk. Feltelepítettem, azok nem érem utol őket, hát beszarok, na jó van takarodjány. Jó, el kell menni falakat fosztogatni. Szóval az volt a lényeg, hogy feltelepítettem a Hoi 4-et, elindította a játékot, amíg nem léptem ki, addig zökkenőmentesen ment, majd amikor vissza akartam tölteni a mentést, akkor mindig kifagyott. És ezt játszottam velem 2 hónapig. És a 2 hónap után, egyik napról a másikra beléptem, elkezdtem újra játszani, persze újra telepítettem a játékot, és akkor hirtelen már jó volt. Ennyit a Hoi 4-ről. Meg ennyit a magyarítás. Ott is a magyarítás szidják, hogy crash-el, és nem a magyarítással van baj. Hanem azzal van baj, hogy a Paradox is egy nagy csicska gépezet lett. Ugyanúgy, ahogy a legtöbb játékfejlesztő, hogy basznak dolgozni. Igazából a Clausewitz Engine-t is most már rommá húzták. És még a CK3 is a Clausewitz-el fog jönni szerintem, tuti. Na mindegy, hagyjuk. Hogy nem tölt le? Tankos DLC? Milyen tankos DLC? Az Elájed? Ja, nekem a ugye én... Nekem a Hoi 4 már megvolt 2016 januárjában. Ugye... A... Mit tudom én valami, mit tudom én edition. Nem akarok nagy képű lenni, itt tudom Feld Marshall edition. Nekem tudja melyik. Én már nem, én nem izélek ilyeneken, srácok, én minden játékot megveszek már. Ha meg lehet venni előrendelőibe, szinte minden megveszek. Tehát én már nem játszok ilyeneket, hogy torrent van, megvárom, mi megjelenik, ott megmondják, hogy milyen, meg mit tudom is. Egyébként Total War-t nem veszek meg. Várom, tök mindegy, mert azt is megvettem. Jó, mondjuk a Three Kingdoms-ot azt a nézőimnek köszönhetem. Mert ezt a Patreon pénzekből vettem meg. Akkor a Britannia szagát azt a párom vette nekem születésnapomra. Akkor a Rom 2-t azt azért vettem meg, mert fogadtam egy ismerősömmel, hogy az első 3 hónapon belül ki fog-e jönni a 7. patch a Rom 2-höz. És azt hiszem, hogy elvesztettem a fogadást, és azért kellett megvennem. Ja, az Attillát azt nem tudom hány évvel a megjelenés után vettem meg. A Shogun 2-t vettem meg a megjelenés után talán 1 évvel. Nem mertem vele játszani. Nem is néztem videókat róla, vasanak semmi. Az Empire-t meg a Napoleont azt meg Game of the Year Edition-be vettem meg. Együtt a kettőt, minden DLC-vel, ami csak létezett. Addig azt hiszem azokkal is csak... Ja, meg bocsánat, mert nekem ugye volt egy orosz újságírói kapcsolatom, akiktől kaptam egy linket, és erről a linkről az összes addig megjelent Total War-t elértem úgy, hogy mindig felfrissült a legfrissebb verzióval. Megkérdezzétek meg, hogy csinálták, én sem tudom a mai napig. Csak aztán ő munkahelyet váltott, aztán ugye ez abban maradt ez a link küldözgetés. Vagy lebukott, én nem tudom, tehát egy idő után mondta, hogy nem tudják többet fenntartani ezt a lehetőséget, úgyhogy nem tudom sajnos letölteni. Ők azt hiszem a tüzzel-vassal mód magyarítása, vagy nem magyarításában, hanem a magának a tüzzel-vassal módnak a Medieval 2-höz való elkészültében is benne voltak. Na, szóval ilyen dolgok mentek annak idején. Tehát ez, ugye ez még az a korszak, amikor a Total War Online szerkesztője voltam még 6-7 évvel ezelőtt. Nem tudom, ki emlékszik, hogy ki volt itt akkoriban. Akkor kezdtem videózni, ugye akkor még a Total War Online elég aktív oldal volt. Na, tessék.
8 euró. Ez nem pénzért teszi. Ja, nekem az Allied Armor Pack az eleve megvolt ugye, a Feldmarshal miatt. Ezt a beszédeset meg a tököm kíváncsi rá. Amúgy, ja, nézegettem, pont ma nézegettem a Hoi 4 modokat, melyikkel kéne játszani, de nem frissítik őket, tehát ott a Black Ice. December óta nincs frissítve, mi a tökömet csinálja? Ott a Great War mod, május elején frissítették, azóta kijött már az új patch. Egyedül az út 56-hoz mod van lefrissítve, meg talán a Kaiser Reich. A Kaiser Reich nem lenne rossz mód, csak kidolgozatlan fos. Hát hiába van telebaszva eventekkel, meg én értem, hogy jó, mindenki el van szállva, hogy mennyire jó, hogy fiktív történelem, meg minden, lófaszt. Hát ki kéne dolgozni, én nem azért akarok egy moddal játszani, hogy ugyanazokat az egységeket lássam, mint az alapjátékban. Hát legalább komplex mód lenne, nem, az egy sima felhúzott event mód. Hát az, én akkor nem játszok. Ha valamit megmoddol, én régen a Medieval 2-ben is úgy csináltam, ha valamit megmoddoltam, azt megmoddoltam, basszus. Akkor mindenbe bele kellett nyúlni. Egyedül skineket nem tudtam szerkeszteni, mert nem vagyok 2D-s modellező, meg 3D-s modellező, meg pláne. Az, hogy kurva jól rajzoltam iskolás, meg gyerekkoromban, meg középiskolában, az egy dolog, de nem értek ehhez a... Meg jó a téllátásom, mégiscsak TNC-ztem, meg mit tudom én, de... Én nagy statisztikai modder voltam, én össze-vissza a hegyekbe, egységlétszámoktól, a fenntartási költségeken, a képzési időn át mindent moddoltunk, de még így se értem olyan szintre el, mint ugye a reality módnak a megalkotói Skitájék, vagy Pista, aki a DLC-ket csinálta legtöbbet, az a Csatádék a magyar móddal, még hol voltam ettől szintől? De például a Stainless Steel modot, ezt olyan szinten moddoltam, hogy már szinte teljesen más játék volt. Már teljesen más mód igazából. A tűzzel vassal mód, hát befejezték, hát most nézd. 1.3 volt az utolsó videóm. Ugye, amikor legelőször elkezdtem videózni TVO szerkesztőként, akkor a 0.92 volt a verziószáma a tűzzel vassal modnak. Most 1.3.1. És van hozzá angol text. Tehát angolul teljesen tökéletesen játszható a mód. Van egy csomó ilyen alternatív beállítás, hogy innen indul, onnan indul, valamelyik csak egy bizonyos részére koncentrál Európának, valami ugyanúgy visszaadja a teljes Európát, Törökországgal, Észak-Afrikával, minden. Ja, úgyhogy 1.3.1-nél játszottam én vele utoljára, igazából azt már nem is játszottam, csak bemutattam nektek. Fönn van a videója. Én nekem a Kaiserek sose tetszett. Megmondom őszintén, tehát nem értem a hype-ot körülötte. Mondjuk úgyis tudjátok, hogy én szinte mindennel ellentétbe megyek, ami casual, meg ami mainstream, meg ami felkapott. Tehát úgyis tudjátok, ismeritek az én csatornámat. Engem nem érdekel, hogy ki mit mond, hogy mennyire jó valami, vagy mennyire nem jó. Ha én nekem nem tetszik, vagy én szerintem szar, akkor a szar. És nem fog tudni meggyőzni senki, hogy ez nem így van. Richard tudna mesélni erről, mostában nincs itt. Bár mostában nem is volt élőadás, sajnos. Na, nézzük meg, hogy nem elomlik-e még össze ez a tetve stream, bár úgy nézem, hogy pirosban van az OBS, úgyhogy össze fog omlani. Úgyhogy készüljetek fel a legnagyobb laggokra. Szerintem már most össze van omolva, de azért még erőltetjük egy picit. Hol voltak a dezertőrös küldik? Hát itt volt egy csomó. Itt van. Nem, ez a zsiványbázis. Már gyújtogatják a falvainkat.
Jó, hát nekünk most vissza kell vonulnunk a hátországba sajnos. Ja, beszélgethetnénk egyébként napi szinten. Lehet, hogy az kellene csinálni egyébként, hogy a streameket ilyen beszélgetős műsorra megcsinálom. Legalábbis addig, amíg itt vagyok. Amíg nincsen jó netem. Mert úgy néz ki, hogy év végén olyan helyre fogok költözni, ahol végre lesz úgymond emberhez méltó, ez tudom, hogy hülyén hangzik, de emberhez méltó net kapcsolatom. Úgyhogy majd talán év vége felé sikerül olyan streamet létrehoznom, amit szeretnék. De ezt ne vegyétek készpénznek. Lehet, hogy a gépem az nem... Nem tudom még, tehát a videókártyát az biztos, hogy fogom fejleszteni. Azt még idén. Viszont még nem tudni, hogy mi lesz az élet pályám ebben az évben. Tehát, hogyha el is költözök, akkor az első időkben lesz-e időm streamelni, vagy nem. De a net kapcsolatom minden esetre jó lesz. Úgyhogy már most gondolkoztam azon, hogy tényleg ezeket a... Szia József! Hát erről beszélek. Azért az nem egy olyan jó mód. Nem tudom miért kell fölhypolni a szart. Meg hát így, ja, mondjuk én már, megmondom őszintén, én már belefáradtam abba is, hogy ízlések is kapcsolatban. Nagy lószart. Az igazad van, Dániel. Szabó Dániel Sándor. Most már megjegyeztem a nevedet. Tehát, a nagy büdös szar, én eljutottam arra a pontra, elmondom őszintén. Tökömet se érdekli az, hogyha valakinek nem tetszik, hogy én megmondom, hogy ez szar, vagy fos, vagy bassza meg, érted? Tehát nem érdekel már. Engem már nem. Eljutottam arra a pontra, tényleg. Hú, a szó mellé dobtam, most nem jött vissza. Hogy már nem érdekelnek, hogy mit gondolnak rólam, meg alapvetően nem érdekel az egész. Ilyen baszokodás. Szóval ez a nagy helyzet. Én a tarkóba is, amikor bementünk rédelni, az ültünk már 15 perc a házba. Megfogtam magam, kimentem ott. Hagyjátok, amit akartok. Ha gyertek, aki jártok, megvállok benneteket. Jó, hát néha muszáj volt ugye bennmaradnom. Mert ugye, különböző, hogy kimegyek rendelőinek. De amikor tényleg ott ülsz, meg hát osztottam ugye, én mindenkit elküldtem a picsából, hogy olyan volt a kedvem. De tudok normális is lenni. Aj, baszak! Anyád. Há, bocsánat. Anyád, a szúnyogok! Ez mekkora egy gettiség amúgy, most gondoljatok be, nem? Egy lovas, lekaszabul 70 fosztogatót így a végén. De egyébként azt mondom, azt próbáljátok ki, hogyha játszatok a játékkal. Most nem fogom már megmutatni nektek, mert már nincsen energiám. Hogy azt próbáljátok ki, indítsatok egy lovas íjász karaktert. Legnagyobb meta, ezt utálom ezt a szót, tudom, de ennél nagyobb meta nincs a világon, figyeljetek. Fogtok egy íjat, megvárjátok, amikor az elején vagy. Köszönöm egyébként. Ilyen fosztogatóknak neki mentek 10 emberrel. Csak sima gyalogosokkal. Vagy mit tudom én, akárhány ember. Az a lényeg, hogy hagyjátok, hogy megfutamítsa. Tehát egy helyben ne adjatok ki támadási parancsot, hanem hagyjátok, hogy megfutamítsák a fosztogatókat. És amikor megfutamították őket, akkor csak annyit csináljátok, hogy szépen egyenletes tempójú galoppal, vagy lovaglással szépen lovagoljatok a menekülők után, az hátulról kezdjétek el őket lövöldözni íjjal. Ha be van kapcsolva a célkereszt, ha nincs. Ugye, hogyha nincs bekapcsolva, akkor kicsit nehezebb dolgotok lesz, de
Megpróbál, lehet, hogy megmutatom, hogy miről akarok beszélni. Tehát, hogyha valamit húzni akartok, képesség, mondom, íjászat vagy dobófegyver, akkor ezt használjátok ki. Soha nem, ebben nem fogtok csalódni soha. Remélem van így, várjátok. És nem tudom, miért a pajzsokhoz rakták. Várjátok, mert kéne ezért. Beszélj. Na. Megpróbálom megmutatni, miről beszélek. Most már. Csak egyetlen karakternél használtam az íjat, de talán nem felejtettem el annyira vele lőni. Amúgy ez nem egy rossz mentés, de szerintem ezt újra fogom kezdeni, mert ugye ezt is utálom, hogy az ember egész máshogy játszik, amikor streamel, vagy felvételt készít. Már nem úgy értem, hogy elviekben máshogy játszik, mert én engem soha nem fogtok nagyon látni a Banner Lordban mondjuk falvakat fosztogatni. Nem azért, mert vagy tudom, hogy az egyik bevált módja itt a haszonszerzésnek a játékba, hanem azért, mert eleve a saját elveimmel szembeütközik, hogy falvakat fosztogassak. De hogyha, ugye, mint körülbelül úgy vagyok ezzel, mint Bemopó ugye a vizaknai csata után, amikor visszavonulásnál fel kellett gyújtania, ezt nem üldözzük tovább. Akkor fel kellett gyújtania egy erdélyi falut, hogy tudta jól, hogy ott szegény pórok, azok földönfutókká válnak, de hát Istenem, ez a háború ugye. Hát én ugyanígy vagyok, tehát csak akkor fogok falvakat, tudom, hogy ez csak egy játék, de engem nem érdekel, már ilyen szinten, tehát én csak akkor fogok falvakat felgyújtani a játékban, ha azon valami nagyon nagy, hatalmas dolog múlik. Mert nem fogok, mert egyszerűen nem visz rá a lélek, és csak egy játékról beszél. Tehát én igazából játékosként sem vagyok olyan, mint egy átlagos gamer. Ezt már nem, ezt nem nagyképűen mondom, hanem olyan szinten bele tudom élni magamat egy játékba, de vagy olyan szinten a saját jellemvonásaimmal tudom felruházni a játékbeli karakteremet, hogy ez már igazából szerepjátékokban néha visszaütő tényező is tud lenni. De hála Isten elég sok szerepjátékot végigvittem, hanem hát sok szerepjátékban volt részem, többek között ugye a mágus a fő, na most már meg tudom mutatni, hogy el tudok játszani más karaktereket is. Tehát hogyha kell, tudok banditát alakítani a játékban, mondjuk a Banner Lordban is, de biztos, hogy nem fogok így, hogy mondjam, tehát így lehet, hogyha nagyon unatkozok, akkor indítok egy tényleg egy igazi mocskos bandit a karakter. De amúgy meg nem. És sokan ezt nem értették meg a mágusban is, sok játékos ezért hagyta abba, mert nem értették meg a kapcsot a között, hogy a valós jellemük miképpen formálja az ő szerintük teljesen kitalált és random megalkotott mágus karaktereiket. Tehát soha nem, és a kalandmesterek ezt nagyon sokszor kihasználták, mert tudták, főleg ha ismerték a játékost, ugye ezért jó, ha olyan kalandmesterekkel ülsz le játszani, akik nem ismernek téged, mint embert. És ugye a legtöbb mágus party, meg ilyen szerepjáték csata, az azért megy el egy teljesen indokolatlanul rossz irányba. Nem, a szórakozás része az megvan, tehát meg az a közös időtöltés, csak az a szerepjátékoknak pontosan az lenne a lényege, hogy igazából nem ismered azt azok, akikkel játszol. Tehát az az igazi, ezért voltak jók annó az ilyen találkozók. Sea of Thieves. Hát az nem az ő játékom. Ó, emlékszem erre. Volt egy srác, kiírta, hogy a modern D-módban milyen szerződéseket, vagy milyen fókuszokat lehet érvényesíteni. És én akkor mondtam, hogy az lett volna talán az egyetlen Hoi 4 ilyen multi kampányban komolyan részt vettem volna, és akkor úgy meghallottam, hogy így elkezd
Még el se kezdődött, még nem is beszélgettünk egyet Discordon vagy valami. És már elkezdték tiltani a fókuszt, meg a mit tudom én, meg ilyen NATO, meg olyan izé. És mondom, akkor most tulajdonképpen miért is jártunk? Akkor mi értelme van a játék? Én emlékszem annak idején a Victoria 2-vel elég sokat multiztam, még a Total War online-on is volt ember, akivel együtt játszottunk. Semmi. Tehát ő ilyen, nem is tudom, valami afrikai országgal volt, én Japánnal voltam, természetesen Victoria 2-ben általában Japán vagy Poroszországgal szoktam nyomni. Vagy ugye Magyarországgal, hogyha úgy van. Bár ott is lehet Erdélyen lenni, meg van ugye az Ultimate modban ott már igazából mindenkivel, a legkisebb szarvas fél ország része is lehetett lenni. Na mindegy. És Japánnal ugye küldtem a nagy segítséget Suezhez. Tehát ott hatalmat, semmiféle megkötések nélkül, az az igazi játék. Amikor már valamit elkezdenek szabályozni, meg ilyen, ugye benn vagyok egy ilyen menedzser játékban a... Mi ez? IGP menedzser, ilyen autó, vagy ilyen forma egyszerű menedzser játék, ugye Androidra, meg itt én. Van ilyen böngészős, de ilyen online. Ott is ugye vannak ezek a gumiszabályok, meg a tököm. És akkor egyszerűen nem értem, tehát hogy miért kell leszabályozni dolgokat. Na, megpróbálom nektek megmutatni, mire gondoltam. Figyeljetek! Fiászokat elküldjük Borét. Arrows! Hold loose arrows! Jaj, nem. Bocsánat. Bowman! Hold arrows! Ezt figyeljétek. Remélem sikerül. Hú, az meg, de itt víz van. Mindegy. Talán sikerül. Ezt a kiírást tudnám még kivenni, hogy itt az embereknek nem is. Szóval nem fognak olyan könnyen megfutni, mert elég sokan vannak. Azek hova lövöldözök. Ja, két napja játszottam IS karakteret, de már most nem tudok belőni. Mondjuk az nem realisztikus nehézségem volt, azt hozzáteszem. Vagy realisztikus volt? Baráti tüzet se láttam. Na ezt figyeljétek, így kell. Mindjárt megfutnak. Már megfutottak, figyelj! Oda mész mögéje. Így lehet fejleszteni az IA skillt. Ennyi. Odafutsz, vagy oda lovagolsz a menekülő mögé. Úgymond felveszed a sebességét. Ami ugye lóval talán galopnak felel meg, vagy tökön tudja. Aztán ennyi. És nézzetek meg, hogy nő az IA skill. Minden lövés egy pont. Hát, ja, ez játékstílus függő. Én a poroszokkal szoktam lenni, vagy az osztrák császársággal. Aztán én... Meg hát ugye, tényleg, mi van a Great War moddal ott is? Hm? Mi a rosszabb van azzal? Na azért, stream végére csak visszajövök. Fegyverzetügyileg, vagy hát nem fegyverzetügyileg, hanem csapatügyileg, bár ugye elit katonáim azok továbbra sincsenek, és állandóan itt a határvidéken próbálok érvényesülni, ami rohadtul nem jó egyébként. Na ne! Tűnje! Ó, bazd meg! Ha megint itt van, ez a csáva az engem tönkre tesz. Kár volt elengednem egyébként. Azt, akit ott fogjulejtettem volna, mert amikor ott elkaptak, azzal a fogolja kiváltattam volna magamat abból a slamasztikából. Pedig az ott hülye voltam, mert ott el is nyomtam az egészet. Tehát ott az már eleve bukó volt. Mert az ott nem nyomom el, hanem kifizettem a 13k-t, akkor most úgy futkoznék 100 emberrel, hogy öröm volna nézni. Tehát ez a szépsége a játéknak. Rossz döntésekért is meg kell fizetni.
Nincsen visszatöltés, meg ilyenek, bazd meg. Nekem csak az, lehet, hogy nem is fogom ezt a játékot. El is mentem, várjátok. Nehogy a szavam tudjatok fogni. Rámentek az előző mentésre. Na. Rámentett, turista. Rá. Mondjuk tök mindegy, mert az angol teszt még ott van. Na. Látok, éjfél lesz. Nézzél róla a videókat, de... Egyébként vannak rendkívül összetett modok, jó modok a Napoleon Totalhoz. Kapásból tudom ajánlani, vagy a Dart modot, vagy a Napoleonic War 7. vagy 8.0, vagy nem tudom most már hányos verziónál tart. Ez a zseniális az a mód. Aztán, ja, hát igazából, meg hát a Great War mód 6.0-át várom, mint a messiás, de hát az soha nem fog eljönni, nagyjából. És nálam megállt a stream, vagy csak nála? Vagy... Hogy ezt utálom ebbe a streamelésbe, hogy mindig azt figyelni, hogy jó-e vagy nem jó. Na jó van. Nem is akar elindulni már a stream. Mindegy, jó volt ez a kis stream. Örültem, hogy itt voltatok. Közben a végén azért megmondtam a véleményemet jól erről a piszkos gamer világról ebben a 2020-as évben is. Tehát úgyis tudjátok, hogy én mit gondolok. Én mindig az ellenkezőt gondolom szinte mindennek, amit így a többség. De én már nem kérek elnézést senkitől. Azok a videók már megszűntek, hogy szabad. Farkasbőrűek, na végre, no, ez végre, ez olyan szép ez a fordítás. Szerintem most őszintén most ez nem szebb, mint hogyha az lenne kiírva, hogy farkasbőrűk. És még mindig nincs kész ugye a fordítás. Azt nem értem, hogy mi a tökömér? Ez csak fogja magát a tablet. Most hogy melyik játékról beszéltek amúgy? Na most azt én nem esett le. Mi? Napoleon? Ja, ti még a Hoi 4-ről beszélgettetek. Ja, mert olyan dolgokat kezdtetek el írni, ami Napoleon Totalhorban nincs is benne. Így azért nehéz kiigazodni rajta, hogy miről van szó. Na mindegy. Nem tudom, hogy mikor fogok jönni legközelebb. Lehet, hogy csak következő hét vasárnap lesz stream. Lehet, hogy akkor ilyen beszélgetésre fogjuk a figurát. Meglátjuk. Kitalálok majd valamit. Vagy esetleg megint olyan játékot veszek elő, ahol nem számít, hogy laggol. De most már minden streamet úgy fogok kezdeni, hogy indítok egy fél órás, nem nyilvános ilyen tesztet. De úgyis láthattátok, hogy így is összeomlott. Tehát egyik pillanatra a másikra hajlamos összeomlani. És utána helyreállni. És utána megint jó, és utána nem jó. Na, mindegy. Nem tudom. Nem tudom, mi lesz a következő videóban úgy. Vagy Panzer Corps lesz, vagy Imperátor. Kettő közül valamelyik. Esetleg az új ROM 2 mod pakkomból egy kis bemutató jellegű szösszenet. Vagy
az Age of Sail az új legújabb verzióját kicsit megnézem, majd meglátom. Hát ez egy stream, a streamen mindig ilyen lesz, amíg nem lesz egy normális netem. Igazából ez csak a net. Szerintem. Legalábbis másra nem tudok gondolni. Ja. Mert a...